Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan, 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megint lehet majd tekergetni. Hello Feri! Hello. Jó reggelt! Á, nem, nem, annyira. Nem rossz, csak azt hittem, hogy nazális voltál az elején. Igen, kicsit be kellett járni, még megszólalás szűz voltam ma reggel. Nem gyakorolsz az úton? Nem skálázom. Egy darabig csináltad, mondtad, hogy az nagyon jó, hogy befelé már beénekelsz, és akkor jön a lendület. Nem, most nem. Most megint ez a behallatszózós, minden hangotvanós, túltolósz. Hanyas vagy, te disznó! Jelentkezz be! Aha. Lehet, hogy most egy kicsit jó. Visszakapcsolom a miénket. Aha, igen. És meg is jött. És megjött a kis zúgás. Mi van Janinkkal? Kérlek szépen, úgy döntött, hogy kitakarítja a szerkesztői szobát. Na. Azt elkezdte 17:30, mert azt mondta, hogy őt nagyon zavarja, hogy nálam az üres boros kartonok rádőlnek az asztalára, a tőled a kölcsönkapott könyvek, és az egyéb. Ajjajjaj, de utálom, ha a cuccaimhoz nyúlnak, de nem, az én asztalomhoz nem. De túl vagy rajta, minden eltüntetve, az összes olyan cetli, amire te fölírtál nagyon fontos dolgokat, az összeszedve és kidobva, esküszöm, és minden églédába föl van téve, össze van állítva. Jaj, ne. De, komolyan. De én utálom az asztalomat. Hát az egy dolog, figyelj, csak rendben. Nekem az ott káoszosnak tűnik, de ott maga van a rend. Hello, Jani, jó reggel. Sziasztok. Egy jó kis Forfortú magazin. Figyeljetek, bekapcsolom a... Ja, jó reggelt mindenkinek, kedves hallgatóink. Nem jön. Bekapcsolom a rádiót, hogy mondom, szóljon, hogy halljam, hogy mikor van vége a Best Of-nak. Aha. Hallgatom a Best Of-ot. Na, de fura. Mondom, ebben én miért nem vagyok benne? Volt egy ilyen megszólalás pénteken, hogy ennyire kussoltam. Hogy ilyen csöndbe voltam? Miért voltam ennyire megsértődve? mi van? Mi a rendet akar rakni az asztalon, mert nagyon zavarja. Basszus, már adás. Picit átmentünk élőbe. A picit. A Best Of picit átment élőbe. Milyen élő feelingű Best Of volt. Elnézést. Igen. Nem baj. Tényleg ez volt egyébként. Be reggel bejövök, ránézek az asztalomra, amiről már nem tudtam eldönteni, hogy kinek az asztala, a tiéd vagy az enyém, hiszen átfolyt egy picit Balázs az én oldalamra. Álmodom, itt rendet kell tenni, mert tényleg én azt gondolom, hogy időről időre az embernek egy kicsit fel kell forgatni a környezetét ahhoz, hogy ne azok a megszokott dolgok fogadják minden reggel, mert akkor egy kicsit olyan, mint hogyha tudod így a megszokás, és akkor unalom, meg hogy hívják, meg ilyen inspiráció nélkül, meg mindenféle olyan dolgok nélkül, amik egy kicsit így felforgatnak az életüket, meg egy kicsit ilyen új színeket hoznának. És ezek az új színek az én esetemben azok, hogy eltüntetem azt a sok felesleges szemetet, meg mindenféle ilyen. Az enyémhez nem nyúltál? Dehogy! Ajjaj! Nem áll. Most mondom, minden össze van pakolva. De nekem ott rend van. Tudom, a zseni látja a káoszban a rendet, blablabla. Számodra teljesen értelmezhetetlen cetliken nekem nagyon fontos információk vannak. Félmondatok, vesszők, számok, tőzsdeadatok. Kidobtam 10-15 darab olyan kis jegyzettömből származó cetlit, amin... Háromszögek vagy négyszögek? Háromszögek, kockák térben. A kockák térben az már vigyáz, mert keményebb. Virágszerű, de mégsem virágot ábrázol. Rajzok, non-figuratív ábrák, tetoválás tervezetek és stb. Voltak. Igen. Ezeket így... A kockák térben azt ismerem. Igen. Azt órákig tudom rajzolni. Na. A négyzet térben. Ezektől szabadultam meg. Az nem baj. Illetve üres CD-tokokat rendszereztem egymás mellé, stb. Úgyhogy, na mindegy, ez van. De miért nem csináltad azt, csak hogy egyszerűen így visszatolod? Hogy miért nem jöttem be a hétvégén is. Például, mondjuk szombat délután. Csak told át az én oldalamra. Hogy ami átdőlt hozzád, azt így visszatolod, és akkor így megvagy. És így megtámasztom így az én oldalamról. Legyen egy demarkációs vonal. Vagy pedig még arra gondoltam, hogy egymástól egy picit, mit tudom én, egy ilyen 30-40 cm-es távolságba így széttolom a két íróasztalt, hogy ami Balázsiról átdől, az lehessen egyszerűen odaolni. Nem, van egy csomó könyv, amit én kapok, ilyen könyvemutató, meg kiadó küldik el nekem, hogy beszéljünk róla, olvassam el, és akkor ha tetszik, akkor hívjuk meg a szerzőjét, vagy beszéljünk a könyvről. Esetek nagy többségében ez itt marad, de van, amit hazaviszek, tehát az a könyv, a hegy, ami ott van, az ezért van. Illetve a Gábornak vannak még ilyen élelmiszeripari könyvei, amit állandóan adogat nekem. Igen, ezek jók nagyon, ezek a könyvek. Kettőt már beraktam az asztal alá, mert billeget. Úgy érzem, hogy előbb-utóbb hiányozni fog majd az a tudás, ami ezekben a könyvekben van, amit el kéne sajátítanunk közben, de gondolkodtam rajta, hogy esetleg fel lehetne dobni valamilyen internetes piac térre, és esetleg lehetne belőle valami profitot, és természetesen jótékony célra felajánlani az abból befolyt összeget, de aztán rájöttem, hogy ez nem járható, mert valaki rá fog jönni,
előbb vagy utóbb, hogy mögött a dolog mögött mi állunk, és akkor onnantól kezdve nem lesz könyörület. De visszaforgathatnál valamibe, valami jóba vissza. Legyünk belőle könyveket. Például. Sok könyvet, igen. Még több könyvet, ami még több tud lenni, igen. Na, kinézett vízilabdát, néztétek? Néztük. Néztétek? Én a Jányokat néztem, ott azért az olyan keserédes volt, mert hogy ugye a döntőig sajnos nem jutottak el, viszont a bronz az meglett. A férfit ezt nem hallottam, abból hallottam, az egyik kedves szomszédunk nagyon nagy rajongó, és eleinte nagyon örült, és utána már kevésbé. Üvöltött, csöndesedett, mérgelődött? Ezek voltak a fokozatok? Nem, egy ilyen csendes apátiába esett szegény, ő nagyon nagy drukker, nagyon nagy fanja a vízilabdának is, meg természetesen a magyar férfi vízilabda válogatottnak is, és hát a vége már éreztem, hogy gond lehet. Az elején érezhette. Oda kapcsolt az ember, harmadik perc 0-0, átmentem egy másik csatornára, volt egy Mel Gibson film, amit nagyon szeretek, amikor belelát a nők fejébe, nagyon beteg film. Jó régi. Mi kell a nőnek? Igen, ő azt tudja, és mire visszakapcsoltam, már 6-1 volt. 5-1. Igen. Ó, mondom, itt nagy a baj. Aztán össze-vissza kapcsolgattam, de nem nagyon volt jó. Hát 12-6 ugye a vége. Mondhatjuk azt, hogy ez nem volt szép meccs, de én azt mondtam, hogy ideig mentek a fiúk, tehát hadd győztes. És megfáradtunk. Na, a végére. Meg figyelj, a szerbek annyira látszott rajtuk, hogy ezt ők elfogják, ezt ők el akarják vinni, sőt, el akarják venni tőlünk, és ettől szerintem megijedtünk, de azért ezt mindenki vegye figyelembe, hogy ez egy viszonylagosan új csapat. Tudom, hogy ilyenkor mindig azt kell mondani, de hogy volt 3 olimpiánk, amit megnyert. Ez igaz, majd lesz megint, nyugalom. Én azt érzem, meg azt gondolom, hogy ez az ezüst, ez gyönyörű ezen az EB-n is. Abban is igazad van bárkinek, aki azt mondja, hogy volt egy VB győzelme már ennek az új csapatnak. Ez most így sikerült. Figyelj, ideig nagyon szépen játszottak a srácok. Nincs ezzel semmi. Most megijedtünk, konkrétan látszott. Olyan volt, igen, én néztem, de senki nem menne lőni. Tehát mintha így adták, megint passzoltak, de hogy senki nem merte igazán elvállalni. Annával itt beszéltük reggel, ő a védekezésre van kiakadva, én a támadásra. Én a középpályára. Igen. Jó, csak hogy behozzuk a Benedek még mind a háromra. Igen, a Benedek mind a háromra. Ami viszont nagyon szimpatikus, hogy ellentétben például más Magyarországon űzött sportokkal, amire ugye sokkal többen kíváncsiak, ahol nem illik elvállalni azt, hogyha elcsesztél valamit, tehát mindig valami másra kell fogni. Itt a Benedek kiállt a végén, ugye ott volt rögtön egy interjú az M1-en, és akkor elmondta, hogy gyerekek, nem voltunk túl jók, sőt, rosszak voltunk, ez nem volt az, és aranyosan sírt. De ugyanakkor meg tök igazad van abban, hogy 2012 óta építkezik ez a csapat. Tavaly volt egy világbajnoki arany, idén egy ezüst. Nem hiszem, hogy bárkinek szabadkoznia kellene abból a csapatból. Egyébként meg amúgy is egy Európa-centrikus sportágról beszélünk, tehát Európában másodiknak lenni, az azért gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világ 3 legjobb csapatában benne vagy kettőben, most ebben az nem mondjuk 3-ban. Ja. És ez nagyon szép ez az ezüst, tehát majd legközelebb, majd jobban sikerül, azt kész. A szerbek is ugyanazért mentek oda, amiért mi győzni. Igen, hogy megnyerjék ezt a dolgot. Azért érdekes, ugye, mert egyszer már találkoztunk velük. Igen. És akkor sikerült őket megverni. Most erre jobban föl tudták magukat gyúrni, kicsit jobban elfáradtunk. Én nagyon örültem ennek az ezüstnek. Meg 7-ből 6-ot nyert ez a válogatott. Azért, a 6 nyertes, hogy ez most az utolsó volt, amit elbuktunk, hát Istenem. Bárcsak, sorolhatnánk, ugye, azokat a sportágokat, amikben azért viszonylag több pénz, nem is viszonylagosan, hanem sokkal, de sok. Igen, nagyon jó példa. Foci. Ahol rengeteg pénz áramlik, és még sincsenek eredmények. Úgyhogy most kijutottunk valahol végül, hogy ez. Persze, igen, a parkolóba a szép új autókhoz. Nem, most megvan. Valami megvan. Mi van meg? Persze. Valami, U19. Igen, U19-nek megvan a 4 év múlva rendezendő, vagy 2 évvel rendezendő valami. Azt a mindenség. De jó. Tehát valahova ezzel a nyomorúságos teljesítménnyel is még tudtuk magunkat kvalifikálni. De hát halucináltam? Félreolvastam valamit? Nem. Lehet. Nem jutottunk ki most ezzel valahova? A Fodrász olimpiára. De valahova kijutott. Modellként a srácom. Az U... Under... U19, ez biztos, hogy az U19. Igen, már várjál, hát az jövőre kikaptunk. Lesz ott, ők már nem lehetnek U19, hiszen akkor ők már U20-ak. De akkor oda jutottunk ki. Akkor a 4 év múlva kezdődő. Kikaptunk, nyertünk mit, de valahova mégis kijutottunk. Aha. Nagyon megvertek minket, 10-et kaptunk, 2-t lőttünk összesen, de hogy mégis valahova kijutottunk. Na ez azért még fociba valahova fejlődnem, így van, nem? Így van, bármit is sikerült elérni, gratulálok. Igen, ha semmi ez. És hajrá! Ezek szerint voltak olyan csapatok, akik még 2-t se lőttek.
ebben az U19-ben, érted? Mm. A kategóriában lehet, hogy volt az 3 is. Na. De igen. Tehát de ezzel az összesítés és ezzel az eredményen jutottunk ki valahova, hogy ez most EB vagy VB, nem tudom. Csak olvastam, de nem érdekelt nagyon. Mert nem hittem el. Nem hittem a cikk írójának. De még te is tudod? Olvastad ezt. Ugye? Forma 1? Nézte valaki? Hát nézni nem néztem azt sem, mert máshol voltam elfoglalva, mert amikor jobb az idő, akkor egy picit érdekesebb dolgokat találok kint a természetben, de állítólag nagyon jó volt, és azt mindenképpen, én is természetesen elolvastam mindent, amit el kellett olvasni a dologgal kapcsolatban, azt mindenképpen el kell mondani, hogy egyébként írják már a hallgatók, és hogy Hamilton óriásit ment. Nagyon jó volt, Hamilton a boxból indult, és feljött utána. Így van, de nem csak a Hamilton igazából, nem is csak ő volt az érdekes. Hát az Alonso mit csinált megint ezzel a roncs autóval, hát az nagyobb sztori szerintem, mint a Hamilton. Tehát, hogy az valami... Hamilton új építési autóval, mert figyelj, azért indult a boxból, mert kétharmadát újra csinálták a kocsinak. De az autó gyors, tehát azzal persze, hogy át lehet jönni a mezőnyön, tehát, hogy 3 perc alatt átment a fél mezőnyön. Az jó, de ő folyamatosan fejlesztette, hát a leírás alapján, meg ha nézte valaki, az láthatta, hogy ő folyamatosan fejlesztette az autót, gyakorlatilag ilyen 3-4-5 különböző koccanással, ütközéssel, igen, kicsúszással itt, formálta. Itt, szerintem itt az Alonsóban a nagy hangsúly, tehát ő mit csinált ezzel a szakadt, rossz, alig menő Ferrari. Én annyira drukkoltam neki már az utolsó pár körben, hogy nyerjen meg, aztán nyilván nem tudtam el, hogy már gyorsabbak voltak nála, akik mögött jöttek és le is hagyták. De hogy ezzel a Ferrari-val, ami abszolút nem ütőképes, ő az utolsó 4 kör előtt még vezette a mezőny. Én nem tudom meg, hogy varázsolta oda magát. Én most már komolyan mondom, neki fog drukkolni. Nekem most már Alonso a kedvencem. Mind csúszott el, én nem láttam. Hát egyrészt gyorsabb autók voltak mögötte, 2 kopott volt a gumia, és aztán jött a Ricardo, meg jött még valaki. De hogy nem, az csak a Ricardo előzte meg, egy második helyre odaért. És a Hamilton lett a harmadik, így van, és a Rosberg a negyedik. Mert a Hamilton a végén pedig el volt foglalva a Rosberggel, aki fölért mögé, és az utolsó 4 körben, hát az olyan izgalmas volt, mint még soha szerintem, úgyhogy nagyon. De én Alonso drukker vagyok tegnaptól. Igen? Rájöttem. Ennyi. Rájöttem, hogy nem. Én még nem. Neki kell drukkolnom, mert ezzel a roncsa már megint ott van. Mindig ott kolbászol a dobogó környékén. A Raikkonen sehol. Ez a Ferrari, hát ez egy trágya. És megint ott volt. És úgy cserélt kereke, úgy ment be, úgy jött ki, úgy jött vissza, úgy számolták, első volt. Szújó, nagyon örült neki? Nagyon kiabál? Nem tudom, nem, annyira nem értékelték az Alonso teljesítményét, pedig szerintem lehetett volna. Mondta, hogy Jenny meg... Én felállásan néztem, nem hallottam. Igen. A német felirattal. Rá kellett jönnöm, gyerek, egy Alonsónak bukkolok. Neki még kijár egy VB. Senki másnak nem jár kényére, mint neki. Eddig kinek drukkol? Eddig nem volt ilyen. Eddig nem volt senki, de most Alonso drukker lettem. Teljesen egyértelmű. Hát meg ez a Ricardo gyerek is Jenny. Hát, hogy az látszik. Igen, ő is jól ment. Nagyon ott van a szeren, illetve hát azt mindenképpen kell megint mondani, hogy megint volt egy csapatutasítás, hogy a Hamilton engedje el a Rosberget. És akkor Hamilton picit mondta, hogy nem engedje el a Rosberget, egyrészt másrészt meg egy másodperccel gyorsabb nála, hogy engedje. Aha. Ott volt mögötte, és hát ugye a csapat érdek azt kívánta volna elviekben, pedig fura, mert hogy egyébként a csapati világbajnoki címet gyakorlatilag ez a dolog nem befolyásolta volna, hogyha elengedi, viszont a Hamiltonnak meg kevesebb pontja lett volna, és mindenképpen faragni szeretett volna. Igen, úgy számoltak, azért volt a csapatutasítás, azt láttam, úgy számoltak, mert más gumin volt a Rosberg, és azt hitték, hogy a Hamiltonnak gyorsabban el fog kopni a gumia. És ezért mondták, engedd el, mert ez pár kör múlva úgyis megtörténik, akkor viszont ne tarts föl, mert neked vagy be kell jönni boxba, vagy rosszabbak a gumiaid. Valami ilyesmi volt, tehát, hogy igazából nem csak annyi volt, hogy előtte volt, hanem valami ok volt rá. Igen. Vagy okot adtak rá, vagy a gumi, vagy a box kiállás. Csak éppen akkor még Hamilton jócskán gyorsabb volt a Rosbergnél. Tehát, aztán nem is engedte. Lassítania kellett volna ahhoz, hogy elengedje. Aztán nem is engedte el, és akkor ebből később aztán ugye meglett a nagy... Mert a Rosbergnek fölért rá az utolsó 3 körbe, vagy de 2 körbe. De nem is lehet ilyet mondani már. Lehet csapatutasításba adni, hogy enged, de vagy rejtjelezve volt. Nem. Ez leszállt. Ez simán lehetett hallani egyébként. Hát szerintem lehet. Ez a beszélgetés, ez gyakorlatilag hallatszott. Most már van csapat. Utasítás, igen. De hát aztán a Hamilton azt mondta, hogy hát persze egy csapaton belül vannak, de ugyanaz a céljuk mind a kettőjüknek, világbajnokságot nyerni, tehát hogy neki akárhogy is van, meg akármennyire is tetszik, vagy nem tetszik, a fiatal Rosberg gyerek ugyanúgy a rivális, mint bárki más. Igen. Jó, én akkor is Alonso. Ezt helyes. A hátulról indulás gyors kocsival előre menettel, ezt már mindenki megcsinálja, akinek gyors autója van. Hát, ezt már megcsinálta sokan. Nem biztos, mert hogy ez egy pont egy olyan jellegű pálya, ahol akár az is lehet, hogy utána elindulnak, az elején elrajtolnak, beáll egy kör utána. Sorrend aztán úgy is marad a végéig. Hát, sok előzés volt, azért volt. Lehet előzni, főleg egy ilyen nagyon gyors autóval. Tudott. Tudott, mert jó volt. Nagyon. Igen.
Na mindegy, hát az időjárás az olyan volt, amilyen, én nem tudtam ezt hova tenni, ezt a tegnapi időjárást. Jó is volt, meg nem is, nem? Vihar volt Pesten. Én nálunk nem nagyon volt nagy vihar volt. Anna mesélte ezt is. Nagyon nagy vihar volt. Vitt mindent. Nálunk egy ilyen 20 perces irgalmatlan zápor volt megint. Előtte meg utána tök jó idő volt, arra jó volt pont, hogy elmossa a kinti mászásunkat, mert nagyon örültem, nagyon csúnyán beszéltem, majd meggyónlom, és de egyébként utána, előtte meg utána tök jó idő volt. Meggyónod a metal oltáron? Ha, természetesen, hol? Igen. Tartunk érte egy fekete misét. Igen. De hogy most ez van, ez marad? Hát ez sajnos erre a hétre, se meleg, se hideg, erre a hétre idegen, igen, mondjuk én csütörtök péntek magasságában már jobb idő lesz, aminek azért örüljünk, mert hogy megyünk Palaton lelére a napfénystrandra. Ha lesz napfény. Hát legyen, akkor is. Legyen. Ne cáfoljon rá nevére az időjárás. Voltunk már? Voltunk. Tavaly. Voltunk, és nem mehettünk be a strandra, ez nem az volt, hogy kint állítottak fel minket az Zsák stúdió? Most ugyanez lesz. Kint? Igen. Gyertek, Sandra, gyertek, de mi nem vagyunk bent, csak kint. Aztán a koncertek már délután bent vannak. És irgalmatlan huligáns buli volt, arra emlékszem, hogy hatalmas buli volt, rengetegen voltak rajta. Mi nem bent vagyunk? Mert fel van gerebézve frissen a plázs. Friss a homok? Aha. Fel van sorva. És délután a mire jön. És összetaposnak. Jönnek, addigra összetaposnak. Nem az ott, hogy, egy kapu bejáróban áll? Igen, az. A strandnak a bejárója, van egy kis zöld terület, és ez azért van, mert hogy a egész lelle megkapjon bennünket, érted? Ne csak a strandolók. Tehát, hogy mi az egész városnak adjuk magunkat. Most is így lesz, Kontinens stúdióban ott fogunk állni. Lesz Kassa Tibi, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Király Linda, Király Viktor, Tóth Gavi, és megint egy huligánsz. Ha nem mossa el őket az eset. Hát nagyon reméljük, hogy nem fogja, de tényleg bízunk benne, hogy jó idő lesz. Jó idő lesz egyébként. Pont az a fordulópont. Tényleg ezt olvastad? Igen. Tehát már csak kis eső 20 fok. Nem, semmi eső, rekkenő napsütés. Rekkenő napsütés. Ha a gyerekek, meglátjuk, az még olyan messze, amíg azt se lehet mondani, hogy ma délután milyen idő lesz. Mert hogy tényleg... Jó, de ma délután nem is települünk ki. Az igaz. Hát az mindegy. Az igaz. Na, írják egyébként a kedves hallgatók, reméljük így is van. U20 VB Új-Zélandra jutott, aki a srácok, az aranylábú gyerekek. Na, mondtam, hogy valóban kijutottak ezzel a fos teljesítménnyel, amit csináltak itt nekünk. De jó, az milyen szép messze van, szép igen. Ország állító. U20, U19, U20, igen. Több alternatíva van a hallgatók szerint, de az U20-ból jött több, úgyhogy valószínűleg. Igen, mert most még az U19, de a jövőre már U20. Így van. Ja, és ez a majd ott? Igen. Tehát most nem, de majd ott? Mert tartalékolják az energiát. Tudod, most 19 évesen ne fecséreld el magad. No, majd 20 most évesen hova? Oda teszed a VB-t. Hát, ha már 19 évesen kiégsz, akkor már mit csinálsz majd 20 évesen, nem? Hova tovább? Hát, ha most kifutod magad, hogy futsz 20 évesen? Akkor majd megjelentetted a memoáriaidat. Akkor igen. Rég volt, szép volt címe. Igen, na nézzük az SMS-eket. Ég egy kamion, ezt többen elküldték, Tatabánya előtt, elterelés van a régi egyes útra. Hogy ez tart-e még, azt nem tudom. Mert hogy ez ilyen fél hat magasságában jött, lehet, hogy azóta az már megoldódott. Ha valaki arra jár, akkor írja meg nekünk. Az M3-ason van egy trafink a 185-ös kilométernél. Aztán a szomszédom azt kiabált, hogy szerb kereskedelem. Olyan meccs alatt. Igen, a póló meccs alatt, igen. A póló meccs alatt. Jól van, meg vannak ugye, hogy hova jutottak, és szújjó év folyamatosan fényesítik a Hamilton fenekét, legalább Tine, írja Niki. Hát az Alonzót jobban dicsértük. Azt mondja, hogy Sasadi út trafi 70-es tábla, ott is mindenki figyeljen, és az M7-esen van egy baleset Budapest felé, a 87-es kilométernél Pest felől jött, de áttörte a korlátot, egy sáv járható. És igen, ott hatalmas baleset van. Ez viszont fél hetes, úgyhogy ott mindenki figyeljen. 27-es ott volt a Ricardon. Hoppá, az jó. Az elég komoly gyerek. Az jó. Keresettünk volna egy nagyobb összeget, de hát kinek jutott volna eszébe ez a fiatal ember. Hát igen, a két mercinél, ja. Igen. 1,6-szoros ocz volt a magyarokra, és 2-es a szerbekre. Megnéztem tegnap. Igen? És gyorsan tettél azért, vagy? Nem vagyok bejelentkezve ilyen online fogadási oldalakra. És aztán Janinak, bejelentkezés, e-mail, stb. És így elment tőle a kedvem, meg gondoltam, hogy teszek. Aha. Hát igen, az előzmények alapján, mondjuk nem is csoda. Igen, ketteset fizetett. De hát az nem szép dolog, úgyhogy azt nem tettem nem, volna meg. Nem. A magyarok 1-6-ot, azt meg viszont elbuktam volna, úgyhogy talán jobb is, hogy nem jelentkeztem meg. Én klubszinten előfordul, de a magyar válogatott ellen soha. Az nem olyan jó. Soha nem. Igen. Még a dupláját fizeti. Azért elgondolkodható, de hát ez nem. De még akkor sem. Háromszoros? Négyszeres ott? Akkor igen. Nem. Ugye? Hogy azért van az a... De akkor természetesen nem. Van az a, igen.
Hú, a Kimi rajongók berágtak. Kimi 16-ról 6, egy szar autóval a semmi. Balázs, húzd már szét a függönyhajad. Gyerekek, a Kimi nagyon el van. Tehát lehet itt szeretni, persze, meg jégember, meg nem tudom. Alonso olyan szinten popsizza el minden hétvégén, hogy szegény Kimi aranyos, hát esik kell azzal a kocsival, de hogy persze. Vicces, hogy nyilatkozott a én azt szeretem. Maximum annyi. Nagyon jó. Igen, semmit nem tud csinálni ezzel az autóval. Na nem baj, majd 10 után itt fog várni a bejárat előtt egy Kimis pólóval. A budapesti finn nagykövetség a szigorú alkalmazottainak a büntető kommandója. Mert gyerekek, bírom a Kimit meg minden, de ezzel az autóval, hogy nem találják egymást. Persze, szép a 16-ról 6. helyre jönni. De hát, szerintem ezzel az autóval egy ember tud ebben a mezőnyben menni, és az Alonso egyébként. Szegényt, őt nem dicsérték annyira. Itt most hallgattam a szújóikat. Rányomták kicsit. Nagyon, nagyon a Mercik irányába mentek. El voltak foglalva a Hamilton segélynek a fényesítését. Nyalták a Hamilton. Hamilton úgy néz ki, mint Jay-Z. 6 kilós aranyaklánc a nyakában, láttátok? A romában barva úgy néz ki, mint egy ilyen B-kategóriás rapper Amerikából, mert ugye azért azok nagy darabok és nagyon kövérek, hát a Hamilton se nem kövér, se nem nagy darab. Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen lilliputi rapper. 65 kilós aranyaklánc a nyakában, mindez egy ilyen nagyon szörnyű melegítő fölsőre, nem hittem el. Ez már Nikol Scherzinger legalább hatása, bekúszott a pop dizájn az életében. Már építi a jövőt, hát most ennek egyszer vége, hogy te Forma 1-es pilóta vagy, utána is kell valamit csinálni. Igen, de egy egyéniség, az bírom, mert olyan tök egyformán ezek a pilóták, tényleg ilyen futószalagon jöttek le, egyik se csajozik, egyik se iszik, tök egyformák, mert nagyon sok régi Forma 1-es pilóta mondja, milyen jó lenne egy-két egyéniség. Hát ha nem iszik, az Kimi esetében nem igaz. A Kimi esetében igen, ő azért így iszik. De ez az aranyaklánc hétvégén, amit láttam az ő nyakában, ez nagyon. Reppelni is szokott? Akkor tudunk valamit. Nem sok olyan sportolóról tudok, mondjuk Shaquille O'Neal-ról. Aki mondjuk így a sportolás mellett, a világszínvonalú sportolás mellett mondjuk még így a zenei téren is ott tudott tenni valamit. De rajta kívül nem nagyon. Na mindegy. Jó, mi volt a múlt héten játékkal? Hát ezt behúztuk. 3-2, nem, 5-3, vagy nem tudom, mert az utolsó napon még volt egy plusz játék. 5-2 lett a vége. 5-2 lett a vége, mert ugye az egyik játékosunk 2 esélyt kapott. Akkor 4-2. Nem, 5. Hát 5-2 nem lehet, mert az már 7 játék. Várjál, hát hogyha 4-1, akkor az 5, ugye? Igen. Plusz 1-et játszott, akkor igen, az... Igen, akkor az 4-2. Akkor az... Vagy 5-1. 5-2. Nem lehet 5-2, az 7 darab játék, és 6-ot játszottunk az 5 napon. Ebben van valami, ezt igen? Adom. Ez 2-2 az 7, igen. Tőlem az is lehet. Jó, nem vagyok meggyőzve, de 2-en vagyok. Jó, feladott. Jó, valamennyi. Jogos. Az a lényeg, hogy nyertünk, gyerekek, nem? Az az. Uh-huh. Ez a lényeg. 4-2. Igen. Úristen, 21-szeres pénz az Alonso. Későbben a te gondolat. Hogyha megfogad. Ha 21-szeres. De nem, az nem volt. Nem, a végén nem volt benne, majdnem bejött ilyen. Jó, van, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan SMS-ben. Új játékosokat várunk. És igen, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza mi is. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bajcsi Andrási nagy kereszteződésében nem működnek a lámpák, rendőrök még nincsenek, nehéz az átjutás, lassan nagy lesz a dugó. Ezt Gábor küldte nekünk, és a Budapest felé az M7-esen a 92-es kilométer kötő lépésben lehet csak haladni. Igen, ott karambol van. Ez az oka, igen. Jól van, oké, hétfő van, új hetet nyitunk, megnézzük, hogy ki a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Szia. András? Hello, András. Honnan hívsz minket, András? Salgótarján mellől. Salgótarján mellől. Mit csinálsz? Dolgozok jelenleg, veletek beszélek telefonon. Oh. Ennyi. Igen, azt sejtettem. Igen, mit dolgozol? Egy lakatos üzemben vagyok, vonatfotó műveket gyártunk. És már ilyen korán ott vagy? Már most? Aha. Jó van. Oké, kivel szeretnél játszani? Janit választottam volna. Jani van, nyugodtan. Na, miért már nemet mondtam? Na, miért volna? Mi nagyon szívesen. Örülök neki. Na, akkor ő. Jól van. Oké, na figyeljetek, indítjuk az órát. 3-2-1, és tessék. András, kérdezhetek? Persze, kérdez nyugodtan. Mit csináltál a hétvégén?
Pihentem, palántáimat kezelgettem. Milyen palántákat? Paradicsom, paprika. Zöldségekkel foglalkozol? Hát, hobbi. Hobbi szinten? Így, hogy mondod. Uh-huh. Paradicsommal, paprikával, és még? Ennyi kb. Uh-huh. Nincsen semmi több kedvencem. Otthon a saját fogyasztásra termeszted őket? Saját fogyasztásra. Van család? Van. És fóliában termeszted őket? Fóliában? Szeretném, de sajnos nincs lehetőségem rá. Nincs egy kerted? Kertem, az van. Mekkora? Viszont elég nagy. Így, hogy mondod. Lakótelepen laksz? Kertesházban. Győzik emellett. Hú, te szegény. Köszönöm. Jól van. Fél jó voltál. Jó, igen, megadható. Igen. Fél, szerintem a hétfőhöz képest nagyon tempós, jó kis játékon vagyunk túl, de nem nagyon találtam rajtad fogást. Ügyes volt, hát, de... szerettem kerülgetni nagyon. Te ezt a győzikés sztorit azért én egy kicsit feszegetném, hogy komoly, konkrétan kertszomszédod. Hát kb. 50 méterre lakik tőlem. Na most várjál, amikor szegény. Ment ez a valóságsömbő, benne volt ott, az volt, hogy ez egy kamuház, tehát hogy az nem az övé. Most akkor ez ugyanaz a rózsaszínház, ami benne volt a tévében? Sárga. Vagy sárga? Aha. Igen, ugyanez a ház, de ez az övé, ez a ház, legjobb tudomásom szerint. Szeretné árulni, vagy árult egy ideig, aztán megdolatták neki tojással, meg különböző dolgok történtek. Csoda. Hát, nem fogalmazzál meg a véleményet ezzel kapcsolatban. Aha, és az ő kertjében mi van? 304 szögöl? Medence. Hát megfelelő mennyiségű olyan növény, amire mindenki allergiás. És nem akarom kimondani, nem akarom, hogy megbüntessék. Aha, jó, tettük ebből. Mi parlagfű van a kertjében, tényleg? Parlagfűnek termeszt. De most tényleg mondjam, de... Nem, már mi bemondtuk, már mindegy. Ja jó, oké, rendben. Hát igen, egy kicsit tele van, de néha lelevágja, de... De akkor nem jártok így össze, nem mentek át grillezni hozzá, kis dzsuncsi. Nem. Most itt kirakták, úgyhogy most sokat van otthon, nem? Mert most kirakták. Ráért. TV2-től nem. Hát hála jó Istennek, az otthon nem otthon, ahol élekok. Aha. Nem úgy értem, hogy ő van sokat otthon, tehát hogy ő hát, otthon tartozkodik. Hát azt nem tudom, hogy ő pontosan, hogy hol van, hol lakik. Na mindegy. De hogy Salgót Arénában, hála jó Istennek, nem, az jó. De biztos nagyon halkak. Igen, rájuk az jellemző, hogy halkak. Igen, nagyon. Jól van, oké, küldjük az ajándékcsomagot neked. Jó, köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ügyes voltál. Én is köszönöm, sziasztok. Köszi András, ciao, hello. Jó, hát meg kellett adni. Meg kellett jól játszott. Adni. Jól játszott, vagy én nem elég jól. De egyre izgalmasabb a hét. Hát figyelj, Anna leírta az összesítést, igazából nyerhetnének is már egy hetet tényleg. Most mert elég cudarul elmentünk. 29 hétből 18 hetet hoztunk, 2 hét volt döntetlen, és 9 hetet nyertek a hallgatók. Ugye az év elején volt még ilyen fejfej mellett menés, de most 18-9-re megyünk. 18, ha a két döntetlen hetet mondjuk nem is nézzük. Akkor tehát a dupláját hoztuk, mint amennyit ők tudtak hozni, úgyhogy egyelőre jók vagyunk. Ha ezt a hetet odaadjuk, sincs semmi baj. Még de azért ne adjuk, csak mondom. Még nincs, igen, még nem érnek utána. Ez nem olyan figyelmeztető jel, mint például az, hogy a hétvégén a Villámcsapat a Meteorológiai Intézetben, nem tudom, hallottátok-e azt, hogy kinek a büntetése lehetett, és miért? Igen, olvastam, megbüntették az OMS-t. Szegények. A sok időjárás jelentése. Most is az volt, hogy péntek, szombat még ragyogó jó idő, vasárnaptól jön a vihar, meg a rossz, hát pénteken is esett, szombat is ilyen vasakor. Hát igen, ezeket a lokális viharokat azért nehéz megmondani, hogy ez pontos. Ahol ezt bár megmondták már pénteken, hogy Magyaródon a futam alatt esni fog, azért azt hiszem durva. És 2:10 perccel leszakadt az ég, tehát az még nem rossz. De egy ideig nem is tudtak most semmit küldeni. Nem, mert lefagyott az oldaluk, ki is adtak egy ilyen közleményt, hogy nem tudják meg, hogy hol milyen idő lesz, mert nem működik. A villámcsapás, mert villámodavárat kereltek. Fíj, srácok, ebből én már nem merek semmit mondani, inkább mondjuk azt, hogy lefagyott az oldal. Igen. Rossz a gép. Na jó, van 3 perc, a pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt, 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Teljes útzár az M1-esen Budapest felé a 63-as kilométernél. Na, mi történt? Nézd meg, Bali. Jó, megnézem. Mondta Bali magának. Mondta Bali magának, és aztán Bali meg is nézi. A tanácsok. De most mi van most ez még mindig? Az az M1-es, ami volt 4 órakor? Aha, ja. Vannak olyan események, amik egyrészt késve érkeznek át, másrészt meg
áthaladnak azon a helyen olyan emberek, akik kicsit később indultak arra. Na de várjál, 5 órakor megírták, hogy Tatabánya előtt elterelés a régi egyes útra. Most 7 órakor még mindig? Hát, hogy ott ilyen sáv elhagyás, átszakítás, korlát átszakítás van, akkor az eltart egy darabig. Egyesre terelnek az egyes útra. Igen, korlát átszakításban mindig jó volt. Nagyon keményen, ha én szakítok, akkor ott a szakítva van. Igen. Ha ez a testtel indul. Na jó, szóval, hogy akkor az M1-esen teljes útzár van. Jó, mindenki figyeljen, ez Budapest felé, még egyszer mondom, a 63-as kilométernél van. Figyuszka csak. Na. Na figyusz. Ha már a Feri ezt mondta, hogy ez a testtel indul, észrevetted rajta, hogy slankosodik? Nem. Igaz, hogy nem? Na jó van. Csak hát mennyire szemetek vagytok. Fogyózol? Miért fogyóznék? Szerintem ez az ember fogy. Hát mert ő mondta, hogy slankosodik. Slankos. Hát egy 14-gyel vagyok tavaszhoz képest könnyebb. Most ez mi az a duma, hogy akkor miért fogyóznék? Az igen. Úgy magától lemegy. Az le. Az úgy az le. Ember ha hagyjál sokat már ezzel a... Ha az ember sokat sportol, érted, akkor azt ledobod. Most jött át itt ezen a biztonsági kapun, így láttam, hogy átlépett igen. rajta, hogy szokott, tehát a magasság nem változott rajta, de hogy nem mondom, basztus, vagy hátra dobta a pupnak a hasát, vagy ez folyik ez a csávó. De mi ciki azt mondja, hogy, ciki azt mondja, hogy valaki fogyó, úr, ezért magától nem megy le 14 kilót, csak a neki. Ha sportolsz, és rendesen eszel, tehát nem eszel vagy este 11. Vagyis fogyókúrázol. Hát, önmagadhoz képest. A önmagadhoz képest igen, vagy önmagamhoz képest igen. Tehát már este 11-kor csak csülköt eszem, nem eszek hozzá kenyeret. De mi történt? Miért? Te, aki kapuzárási pánik van, az? Gyerekek. 44 év, mondom, ki kell próbálni. Te, aki sült zsírral mostál fogad. Te, aki... Igen. És hátat is. Te, aki hamuba sült zsírt tettél minden este. Szépen azt mondja, áprilisban arra ébredtem, hogy mondom, nem létezik az, hogy egy ember, aki mondjuk így 40 éves, az egyhuzamban le tud futni 30 percet. Tehát mondom, szerintem olyan nincs, tehát az összes olyan, aki mondjuk maratont fut, ott csalnak. Tehát, hogy biztos, hogy a tévéközvetítés is ilyen. Letöltöttem egy programot. És most már biztos vagy benne. És most már tudom. Tehát, hogy tudom, hogy letöltöttem egy programot, ami úgy kezdődött, hogy fuss egy percet, és gyalogolj 3-at. Mondom, nem rossz. Nem rossz. Ez már jól hangzik. És ezt elkezdtem csinálni, és megcsináltam 35 percet, egyben lefutottam. Én, aki... Az hány kilométer vagy egy? Az 5. Egy szigetkört meg tudtam na. csinálni, de ez nem volt elég, mert vérszemet kaptam, és letöltöttem azt a programot is az okostelefonra, ami azt ígéri, hogy te egyszer 10 kilométert le fogsz futni. Azt hittem a pályafutás utáni levezetős programon. De ezeket mióta csinálod most? Hát április. Április-május elején kezdtem el, és hát kicsi lépésekkel, de az emberiség számára, de nagyok felé. Mondtam, én kiszúrom az ilyesmit. Na látod, a Jani, az figyel. Úgyhogy vettem egy futócipőt, nagyon vicces volt, elmész futóboltba. De futsz tényleg? Ja, csalódnom kell bennem. Hát, de ez csak te, egy próba. Te, aki azt mondta, mindig összetudtam veled kacsintani, igen, hogy fussanak, akinek nincs öt autója. Anyja, vagy, akinek nincs autója, meg akit kergetnek, te április óta futsz, ráadásul erről nem is mesélsz? Hát nem mertem, mert tudtam. Elmondom, nem akarlak megzavarni, ezzel legalább addig hadáljak melletted, meg azt mondtam, hogy akkor fogok beszélni róla, hogyha elértem valamit. Tehát, hogy a saját magam számára nem akartam. De mit akarsz elérni? Hát ezt, hogy le tudjak futni egy ilyen valamit. Most már ilyen 8 kilométert le tudok futni egybe. És azt mondtam, ha a 10-et elérem, akkor azt mondom neked, hogy Bali, menjünk már el futni. Hm. És te erre nyilván azt mondod, hogy te pókjárásban hátrafelé legyünk 10 kilométert. Ördögszekérben. Vagy ördögszekérben. Én ördögszekérben megyek. Csak akkor megyek, ha mehetek ördögszekérben. Ha nem mehetek ördögszekérben, akkor nem megyek. Figyelj, egyre veszélyesebb már, hogy gyalogolni a leállósában az üres benzines kannával a következő kódig. Feri futva szeretné ezt megtenni, hogy minél gyorsabban visszaérjen az gyorsan. Autói. Sicsúgy, tényleg az volt bennem. Tudtam, hogy van valami. Gondolkodtam rajta, hogy mondjam-e, vagy nem mondjam, de megmondom nektek őszintén, hogy ezt most azért nem meséltem el, mert féltem saját magamtól. Hogy? A kudarctól féltem, hogy nem fogom tudni megcsinálni, és akkor viszont azt, annak meg nem akartam kitenni magam, hogy én így nagyon kapok. Tehát azt mondtam, hogy én tudom, hogy így is fogok. Így is neked megyünk. Oké, a dolog, hogy... Főleg, hogy most már kizúrtuk. Igen, most már mindennapos téma lesz. Mondtam, hogy elkezdtem, csinálgatom, és amikor van valami nagyon nagy eredmény, akkor bedobom, hogy na, akkor kijön el futni egy 10-est, gyerekek. Ezt szomorúan hallom. De nem. Időleges, esküszöm. Tehát nem szokom rá. Ez pont a futással árulsz el. Tehát hát a bringázása más, amit csináltál volna, az aláírom, de a sokat szídott futás, amit mindig szívtuk a Csabi vérét, a Jani, meg mindenki, aki pont te is a futók közé, hogy akár squasholnál, vagy teniszeznél, vagy
mit, crossfitet, bármit. Az a legalább lehet erőtni. Pont, fut. Ezen is lehet. Számomra egy szörnyű. Szörnyű csalódás. Akkor feladom. Akkor most letörlöm a programot a telefonról, és soha többet. És akkor most mennyit fogsz még? 10-12 kilométert? Hát azt meg akarom most megcsinálni. Ezt most már letöltöttem ezt a programot. Drága volt, mert 3 euró, azt hiszem, vagy 2,50. Azt most hát, már nem tudom. Applikáció, valami telefon? Applikáció, tök ezek jó. Nagyon jók egyébként, ezek az applikációk. Figyelj, annyira húz a dolog, hogy olyanokat ad, mert ugye az volt a kritérium, hogy kérdezték, hogy kezdesz bele, úgy kezdjél bele, hogy egyben le tudsz sétálni erős tempóban 30 percet. Hát mondom, az még megy, és akkor ilyen nagyon kis lépéseket, de minden egyes futásod az örömteli volt, mert meg tudtál csinálni valamit. De mondom, így kezdődött. 1 perc futás, 3 perc séta, 1 perc, 3 perc, és ez elvitt odáig, hogy 35 percet egybe 5 kilométert le tudsz futni. Nagyon szépen okosan vannak egyébként ezek felépítve, nem csak futás van, mit tudom én, van húzockodás, van fekvőtámaszozás, felülés, googolás, tök jó applikációk, és nagyon-nagyon az alapoktól indul el. Egyébként szinte neked vannak kitalálva. Gyerekek, mert én továbbra is akinek öt anyja van, az fusson. Én, hogy én még nem láttam mosolygó futó embert. Nagyon jó. Mindenki csak vicsorog meg, de hogy futok. Tudod, nem. Milyen jó, de, amikor vége van. Akkor lesz vége a világnak, ha én futni kezdek. Én bármi, gyerekek, szívesen. Teniszezem, úsz, bármi, de hogy én nem fogok soha futni. Mibe kezdtél bele? Úszás, mi volt? Abból mit akarták kihozni? De hogy én nem fogok futni. Tegnap is bicikliztem a gyereknek. Nagyon jó. A futás. De miért csinálod? Azt nem értem. Tehát mi oké, hogy futsz, de miért kezdtél sportolni? Kíváncsi voltam rá, hogy az én testemet, meg jó, nyilván már 123 kiló voltam, abból le kellett faragni egy kicsit, és akkor mondtam, hogy most minden eddigi próbálkozásomat fölülírom azzal, hogy beemelem a sportot az életembe. Egyébként ez így nem igaz, mert nyilván a bringázás az ment, de akartam valami intenzívebbet. Ez volt az egyik része, de a másik, az tényleg bennem volt a kíváncsiság, hogy egy olyan ember... Aki... Komoly lelki trauma ez nekem. Nagyon. Komoly. Érzem, ezért nem mertem ezzel előhoz, ez nekem, pont te támadsz hátba, pont te kezdesz el futni, érted? Akivel együtt mondtuk, hogy majd iszunk egy sört, miközben futnak. Egy ott vagyunk az elején. A Balázs életébe. Bringával most megyünk, és biztatjuk őket, ha majd maraton futnak. Erre te is elkezdesz mit csináltál? Futni. Látod, mit csináltál, Feri? De most rohadjak el. De ez csak időleges. Esküszöm, hogy ahogy visszaköltözünk a fővárosba, abba hagyom. Tényleg. És hogy gondoltad, hogy egészségesebb leszel? Most nincs baj. Hogy edzettebb, hogy fittebb, hogy slankabb. Most ezt hogy képzeled? Ha azt mondtad volna, hogy crossfitezni mentél, vagy mit tudod bár? Meg a crossfit. De pont a futás. Azt nem tudom mi. Pont a nem futó barátaidat árulod el ezzel. Mi kinevettük a Csabit, akik mosolyogtunk, hogy nézd már ő is, a divatfutó, tudod, erre én is divatfutó lettem. Te is ilyen divatfutó lettél. Hát szörnyű. Legközelebb lemegyek a Spider-be, és a Feri ott fog. Ott mászik egy plafont. Tudod, és akik bemegy, és te Feri, te mi a büdös francot keresel itt? Mi az applikáció neve, ezt kérdezik többen? Ez úgy kezdődik, hogy 5K, ennyi, 5K. 5K, a fusson, akinek 5K annyi van. Én most már 10K-t csinálom, kérlek szépen, megmutatom neked. Tegnap mi az, hogy 5K, ez mi? 5 kilométer lesz a vége. 35 percet, azt ígéri, hogy 35 percet egybe lefutsz, és akkor van a 10K, az például tegnap ilyen volt, hogy 25 percet futottam, 3 percet gyalogoltam, és még 15 percet ráfutottam. És tényleg nulláról 8 hét alatt vissza, hogy 5 kilométert lefussam. Igen. De most ide kimegyek, ez heti 3. Jó, megfogom azt tudjuk, de nem a saját bokámat, és elkezdek gurulni, akkor ördög szekérve. Igen, de fölfelé a várba. Fölgurulok a várban. Nullától 8 hét alatt futsz le 5 igen, kilométer. Igen, 8 hét alatt meg, azt hiszem 8. De ez kiknek van? Akik akarnak futni. Két hónap, heti 3-at kell csináljál, 3 edzést kell tartanod magadnak, tehát 3 futás, és akkor úgy tudod megoldani a történetet. Aha, és van a 10K, az 10 kilométer? Az is nulláról visz egyébként, tehát aha, aki sokkal többet akar, de szerintem az 5 kilométer, ha valaki heti 3-szor fél órát fut, azért az nem jár. A 15K rosszul. Az hány kilométer? Az nem tudom, de van 21K is fél maraton. Jó az. Az, hát akinek... 21K is van, tényleg? Az is van, aha. És fölépíti neked a 21K? És akkor szépen fölépít, és úgy van megcsinálva minden, hogy így egymás után tudod... Hát ez át kell értékelnem ezt a dolgot. Ez egy komoly trauma. Ő esz 5K van, ördögszekér 5 kilométer. Van olyan. Ő esz 5K.
Te, aki évek alatt arra építetted föl, hogy minek, hogy együnk, hogy igyunk, hogy érezzük jól magunkat, hogy így vagyunk, jók, egyszer csak fölkezd, mint Forrest, és azt mondod, hogy elindulsz futni, és ledobsz 20 kilót. Igen. Nem? De mondjuk kapuzárás. Az szerintem az van benne. Ez olyan, mint hogy én motoros jogosítványra megyek a napokban. Na, érted? Látod? Az se rossz egyébként. Hát nagyon nem. Hát ott majd te meglátjátok, a berugóizmod az milyen menőn fel fog fejlődni. Az, igen. Az a baj, hogy egy lábas. Főleg, hogy bombal indul. Ja. Igen, főleg, hogy nem kell berugni. Ja, tényleg. Igen. Ekkor elért minket a kapuzárási pánik? Valószínűleg igen. Én tényleg? Nekem már tavaly rezgett a léc a kabrióval, tehát az már az volt, most ez a futás, neked a motor, ennyi. De ez motoros soksit akarok csinálni. Nagyon jó. Ez is kapuzárási pánik? Ez most 40 évesen kezdek, ma még csak 37. Valami 37 évesen kezdek motorozni? Motor. Nem, nagyon szépeket nézegettem. Ezek ilyen épített motorok, a bobber, az egy stílus a Harley-nál. És nem ilyen 5 millió, meg 10 millió, tehát ilyen nagyon sokkal olcsóbb. Szerintem, hogy nem egy Java bobbertát akarsz venni kint a tangón. De van Honda bobber, van Yamaha, tehát a bobber az egy stílus, aha, ami egy épített motor stílus jelent tulajdonképpen. És gyönyörűek, nem speed motor, tehát nem valami Ducati-n akarok én a halálba motorozni saját magamat, hanem nagyon, és ezeket most nézegetem. Ez már kapuzárás? Ez az. De jogosítvánnyal akarsz motorozni, vagy anélkül, nem, mert úgy sokkal izgalmas. Addig nélküle, és közben megszerzem. Nem, most felhívtam egy iskolát, és elmondták, hogy a nagy át az, hogy lehet megcsinálni. Én azt hittem, hogy A1 van, meg A. Mi van, kis A, meg nagy A? Van kis A, meg nagy A. És mi a különbség? Uh-huh. Hát, hogy egy bizonyos köbcentiig szerezheted csak meg. És én azt hittem, hogy először arra mész, egy évig azzal jársz, és utána szerezheted meg csak a nagyát. És mondták, hogy van egyből nagy. Nem mondom, most egy Balázs van egyből. Mondom, hogy nem mondjam senkinek, de van egyből nagy. Nem, valami olyat mondott a Pali, hogy van nagy A1-ből, mert hogy bizonyos kor alatt van csak A1, de ha te elértél egy bizonyos kort, akkor egyből mehetsz nagyára. Aha, és már ezt elérted. Ez nagyon jó. Úgy tűnik, hogy 37 évesen már nincsen nagyon nagy tiltás. És akkor mi van, elkezdesz járni tanfolyam? Egy dolgot kérdez meg, ha elhasalsz a kresszen, akkor elveszik a B kategóriás soksit? Nem, soksit? Semmi köze hozzá. Miért? Hát nem tud a kreszt. Hát ez más kreszt biztos azért. Jó, de okosan jön. Mert én mindig attól féltem. Nem veszik el, de hogy veszik el, semmi köze hozzá. De elhasalsz, és újra mész pótdíjat befizeted, vagy nem tudom mit, vizsgadíjat bármi. De bocsánat, akkor alkalmatlan vagy a forgalomban való közlekedés. Hát de gondolom, ott motoros kreszt tanulsz. Ez miért más, mint az autós kreszt? Semmi. Főleg, ha azt már egyszer megtanultam. Na, és mibe fáj egyébként egy ilyen vizsgálat? Most azt olvastuk az újságban, hogy Kelemen Annánál 100 000 a nagy A. És nem tudom, hogy fáj-e az, hanem jó-e, de... Ugyanannyiban, mint ugyanannyi. Egy óra Kelemen Annál. Aha. Hát, Kelemen Annál áll a nagy A. Az is annyira gyors. Mint a bomb. Igen. Jó, és akkor letetted az át? Az ne várjál, leteszed a na, ennyi nem vagyok spéciális. Ja, és akkor mi van, mert állítólag úgy van, hogy csak egyedül motorozhatsz egy évig. Tehát az a boldog időszak. Hogy nem jöhet velem, aki jön mellettem motorra? Nem úgy, hanem nem ülhet mögötted. Azt lehet, na ennyire ezt nem tudom. Ennyire nem tudom. De most nem azt akarod mondani, hogy egy évig nem ülhet mögéd majd a Viki strandpapucsba és haspólóba. Farmer szoknya, vagy egy kis farmer sortba. Szoktam látni ilyeneket. Farmer sortba. Nagyon jó. Állítok, nem vihetek senkit, tényleg? Hála, én így emlékszem rá. Komolyan, gyerekek, itt állunk lassan 40 évesen, és te futsz. Szörnyű csalódás ez ne nekem. Tehát, hogy ez valami olyan csalódás, nem is tudom hova tenni. Egy kérdés, hol majd te is rájössz egyébként, hogy a genetika nem fog átkísérni az 50-es éveidbe. De nekem nem a mozgással van, én nagyon sokat sportolok. Tehát én heti háromszor játszom, teniszezem, 2 órákat tűzőnapon, senki más nem játszott a 40 fokon, háromat csak én játszom. Tehát én azért sokat mozgom, mert sokat sportolok, ma kispályás focira megyek, tehát hogy én mozgom. Nekem azzal van a bajom, hogy ez az ember itt válvett velem, harcolt. Nem a mozgás, hanem hogy harcolt a futás ellen, és bárki, aki bejött ide, és azt mondta, hogy fut, ketten jó ízűen nevettünk, hogy hülye vagy, fut, ha normális vagy, és most mit csinál? Fut. Én nem vagyok mozgás ellenes, én nem vagyok egy... Nem lehet zabálni. Zabálni akar továbbra is, de hogyha tartani akar valamilyen szintet, vagy esetleg magasabb szintre akar lépni, akkor mellé be kell csatlakoztatni a mozgást. Én nem vagyok antisport, tehát én nekem a mai napon csak elmondom, hogy úgy néz ki, senki ne gondolja azt. Én ma játszom egyet 4-től 5-ig egyet teniszezem, és utána 17-től kispályás focit játszom 7-ig. Tehát azért így én nagyon sokat mozgom. Aztán 2-től vasárnapig borogatnak. Igen. Tehát én ezért mondom, hogy ha nekiállunk futni, gurulok veletek egy ideig ördögszekérben. Az első utána, 20 kilométer. Utána átváltok pókjárásba, és még szívesen megyek veletek egy ideig, de hogy csak maga a futás, az, amit mi megmosolyogtunk, amit mi ketten válvetve nevettünk, hogy minek? Hülye vagy? Hát majd ha kergetek,
futni, hát miért dögunalmas az? Erre 1000 sportot csináltad, és mit csinál? 5K-val érted, egy nincs iPhone applikációval. Fut! Érted? Fut! Figyelj, az a durva ezen? Egyébként, hogy a Feri ugye elég jól úszik. Kerózik, az köztudott, és most már fut is, triatlonista lesz. Hát, szerintem ez a csávó, ez erre hajt, ez triatlonista akar lenni. Igen. Hát nekem így áll össze ez a történet. Hát ez a következő, az... most még biztos vagyok benne. Valami ilyesmi van itt a háttérben. Én elég jól összerakom ezeket a dolgokat, látom. Egyébként már megvan, mert tegnap a gyerekekkel úsztunk délelőtt. Hol a Velencei-tóban? Mik az neki úszás, neked séta? Nem, ott muszáj eljátszani, hogy te is. Azért, te úgy sétálsz, és közben úgy csinálsz, nem, nem séta. Mert ha ugrik, akkor már a menetszél is kisodorja alól a vizet, és akkor csak a fővenyre esik. És mi van jövőre, te is ilyen kis feszülős pólóban, ilyen kis biciklisgatyában, ott fogsz helyben futni a rajtnál, majd a félmaratonon nagyon már pattogva, és ott fog egyedül ülni, hogy srácok, mi van veletek, gyertek, ígyunk valamit, és ott fogsz majd pattogni magasugrásban, és futni a Janival, és törölgetni egymás homlokát. Igen. Szörnyű. Ha spandexgatyában futsz, akkor inkább csak sötétetés után éjszakai versenyt kerül. Ne, tényleg, abban nagyon jó. Nem ilyen térd alá érő, fogja a tér. Mit gyerekek? Fúj? De hogy is, nem biztos, hogy tök cuki lehet. Rákóczi Feri fut, hová tart ez a világ? Ahol az élet élvezője, a csülkök evője, a pálinkák megivója, ezt mind leteszi, is. És futni kezd. Én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol Rákóczi Feri fut. Nem, ez egy más világ. Én nem akarok ebben a világban élni. De nem tettem le. De továbbra is nem tettem le. Nem, nekem ez a világ nem tetszik. De továbbra is törköllyel hidratál. Így van. A világnak megvan a rendje. Ki mit csinál, ki miben jó. Az a világ, ahol te futsz, abban én nem akarok létezni. Számomra nem egy élhető világon. Rákóczi Feri sportol, meg fut. Nekem nem ez a szerepet, nem ez vagy. De pont jó, hogy hazafut, és egy fröccsöt megiszol rá. Az egyébként igen. Nagyon jó, tényleg. Tehát és mi lesz a következő, lerakod a cigit? Mert akkor tényleg kapuzárásod van. Így van. Mert ha azt is elkezded lerakni, azon mondjuk én örülni fogom, azon azért dolgozom évek óta, hogy ne dohányozzál. Tényleg? Hát a szerem mindig csesztetnek hát az agyal. Hát de az sajnos a szeretem, az nagyon nagy bűnöm, de az is jó, meg az evés is. Na végén veszel egy japán autót. Ne, az biztos nem. Például az biztos végén van nem. Gyerekek, itt ülünk hárman, és erről beszélgetünk. Hát ez szép. Én 40 évesen motorozom, te készülsz futni, lenyomni a triatlon. Hát az még nem, de... De a motorozás azért nem tartozik ugyanebbe a kategóriába. Passzos. Ott az a kapuzárási pánik benne az van. Az is egyfajta kapuzárási pánik. Szerintem, ha a fiatalon motorozol, és utána később is motorozol, az nem. De ha 40 évesen elhatározott, hogy te most motorozol, erősen arra hajlasz. De tényleg, de erősen tényleg arra ennek hajlasz. Mi lesz a vége? Megutálom a pornót? Nem, az soha. Az biztos, hogy olyan világban már nem is akarok benneteket. Gyerekeket se nemzeni még, ahol te meg a pornót nem fogod szeretni. Nem, neked is találnunk kéne valamit, Jani. Ja, te mit csinálja? Hát nem tudom, amit eddig nem. Mi hát az, figyel. Amit eddig nem csináltál, és szerinted az ilyen kapuzárási pánikos cucc lehetne? Várjál, tényleg mi? Elkezdik el öltözködni? Nem áll, olyan világba se akarok élni, ahol te öltözködsz. Hát igaz, az milyen lenne? Így jönnék be, és nem így ismertelek meg benneteket, hogy te sportolsz, te jól öltözöd. Csalódás lenne, nem? Szörnyű lenne, látnom, hogy egyszer jól vagy fölöltözve. Hát azt hiszem, hogy te nem az ember vagy. Akit én szeretek, akit ismerek. Hol van az a Jani, aki add vissza? Így van. Hol vannak azok a 10 éves, kicsit kikopolt terepszédő térnadrágok és tornacipők és pólók, amiket még annak idején a celeb vagyok idején kaptál a stylistom. És még mindig megvan. És hol vannak ezek a pólók? Vissza. Így van. De mehetsz a Vikivel vásárolni, mert ő is nagy shoppingoló, akkor majd elmentek együtt. Már kért egyébként, mert mondta, hogy csak két kezem hol, akinek vinnie ki a szatyra. Nem, hát hát te felkapsz egy-két jó cuccot magadra. Na jó van, és akkor majd elkezdünk füvet termeszteni, mint ez a bácsi, az a kapuzárási pániknak a legvége, mikor már füvet is termesztünk otthon? Mert hallotta, hogy ez egy jó fájdalomcsillapító. Csak kíváncsi volt. Én nekem tetszik ez a sztori. Én ezt a bácsit kedvelem. Megnézett egy-két sorozatot, azt mondta, hogy már Amerikában is legalizálni akarják. Magyarországon úgyis sokszor szembe megyünk a trendekkel, itt egyre jobban tiltják, ahelyett, hogy itt is engednék. Elkezdte. Bevásárolt és elkezdte termeszteni. Hát nem nagy forma. Hát figyelj. Így kell csinálni. De minek csinált a fájdalomcsillapító? Fájdalomcsillapító, igen, olvastam. Az orvos átfájásra. Használják ezt Európában, sok helyen, Amerikában, ugye rákgyógyításban, rengeteg helyen így egyébként. Van. Hát és így nagyon van. Bejött a dolog, érted, nagy lett az ültetvény, onnantól kezdve már árulod is, hát mit csinálj vele? Neked nyilván nem akart lemondani ő se a szokásairól, mert valószínűleg minden reggel murván ébredt. Hanyatt, érted, a kocsma mögött, és gondolta, hogy hátfájásra valamit kellene. Hány éves? 70? 70 év. Hát, igen. Hihetetlen, sosem késő.
Tehát mezőgazdasági tapasztalataid megvannak, ugye ő Zalában élő kis parasztbácsik, aki nyilván egyébként értett a kerthez, és azt mondja, hogy valami újat emeljünk be, már nem megint paradicsom halált. Sóskács, Penot, Rebarbará, kanábis. És most mi leültették, vagy elkapták? Hát eljárás folyik ellene. Nem, hát ez büntetett cselekmény, tehát hogy Magyarországon tilos az ilyesmi. Úgyhogy mondjuk ez nem volt kereskedelmi mennyiség még, mert nem öntözte eleget. De hogy azért akárhogy is nézzük, ezért bűncselekmény. De nem azt nyilatkozta, hogy ez nem az a bácsik, azt mondta, hogy tévéből tanulta, igen, nem ő de, mondta? Az. De mit né, melyik sorozatot nézte? Mondjuk van a Breaking Bad, de ott a ugye... A Breaking Bad-et. De a Breaking Bad-ben nem füvet csinálnak. Hát de ott is kb. Hátfájásra kezdték el, mert úgyis ott egy betegségből, egy halálos betegségből indul ki az egész sztori. Igen. Gyakorlatilag gondoskodni akar a családjáról. Csak ott hát ugye egy képzett kémia tanár az, aki elkezdi ezt csinálni. Milyen jó sorozat egyébként. Csak ők durvába csinálják, mert ők ugye amfetamint csinálják. Tehát ők speedet gyártanak. De mi volt a film, vagy mi volt a sorozat? Meg a bácsi még nem jutott el odáig, hogy kinyírja a konkurenciát, nem? A bácsi még valószínűleg nem kevered egy gyilkosságba, mint a Breaking Bad. Marika néni. Aki egyébként csak ment a leveleket termeszt, csak félrenézi. De egyébként az infokot melyik csatornára szedhette? Van ilyen a Duna Bird-en? Na ezt nem tudom, hogy ő mit nézett, ahol füvet termesztenek. Tehát, hogy mi olyan sorozat van, legalábbis én nem ismerek olyan, ahol van zsűl. Van, nézd a kanabisz termelő, figyelj. Fáj a hát a zsűr mostanában? Vagy májában? Vagy valami más. Sokat mosolyogsz mostanában. Igen. Szóval, hogy van ilyen sorozat, ahol füvet termesztenek? És a bácsi lehet, hogy leszette az Encore-ról, ezt betette egy pendrive-ról, átmásolta, áttette a tévébe, elkezdte nézni, és elkezdett füvet csinálni. Zsűr küldött neki egy meghívót az Encore. Ez szenzációs. A gyerekek, hány olyan dolog van azért sorozatban, amit mi is láttunk gyermekkorunkban, és csinálni akartuk, nem? Igen. Kapásból tudok mondani 65 dolgot. Például a forró rágógumi sorozat. De most nem, ott csak nők voltak, nem? Ki volt az, aki mindig átugrott a kerítésen, és egy generáció azt gyakorolt, hogy tud átugrani a kerítésen? Matula. Tudod, így fél... Tudom, persze, de hát igen. Tudod, volt ez a tipikus matulás átugrás a kerítésen, matula. Van. Igen, de és mindig az átugrás, az mindig csak hátulról mutatták, meg amikor leért egy ilyen húppanás, amikor belerugózik. Két férfi egyeset, vagy mi volt az? Az. Két férfi egyeset. És abban volt egy matula? Igen. Abban volt matula. És matula úgy ugrott át a kerítésem. Soha nem értettem egyébként, hogy mindkét lábát dobbantott, és mindkét lábával átugrott a kerítés, és ez volt a főcímben is. Mi a tesómmal lementünk a térre, és órákon keresztül matulásat játszottunk. Soha nem értettem azt a sorozatot. Meg mindig kerestem a szabóerőmbe ezt a Fekete István kötetet, amiben nyomoz is matula. Aha, a Nancy ül a fűben című sorozat, azt mondja Zsül, hogy az szól arról, hogy füvet termesztenek. Nancy ül a fűben. Nancy. Mondjuk a cím a szellemes egyébként. Nancy ül a fűben. 7 vagy 8 évados. Aha, az alatt meg lehet tanulni. És arról szól, hogy egy kanabiszt locsolnak 8 évadon keresztül? Is. Miért nem láttam még ezt a sorozatot? Hát, ha tudok én is a növényeimnek valami új tápot. De neked is van. Igen, vagy milyen izzóval. Világítsam őket. Na, tessék, de mi volt még a sorozatokban? Hát, ami nem olyan régen ment egyébként, de akkor egy ország tudott egy komplet szívát ültetést megcsinálni, a Dr. House. Dr. House, ott mindenki értett hozzá, mindenki gyógyítani kezdett. És már sírtak nekem, van egy mentős ismerősöm, aki azt mondta, hogy sírtak, amikor kimentek, és jött a mama, hogy ő ezt látta, hogy a House-ban ugyanígy kékült el a apa, és neki most az van, és ne úgy nyúljon hozzá, mert ő látta, hogy ezt nem a fejét jobban hátra kell csak latítani, akkor jobban jön a levegő. És azt mondta, hogy herótot kaptak ettől, hogy mindenki tudott műteni. Igen, hogy mindenki műtött. Megnézted a hausztásokat, tudtad, hogy mit kell csinálni. Igen. Amikor ment a Dallas, nem volt olyan ingeretek, vagy nektek a faterotok nem ivott, amikor nézte a Dallas? Hát akkor is. Nem volt sorozat. Nem volt egy, hogy nem zökkentette ki a Dallas. Szerintem pénteken a magyar társadalom 80%-a az vagy alkoholista lett, vagy együtt ivott a szereplőkkel. Igen. Ugye, mert úgyhogy az volt, hogy ilyen szakrális ivás volt mindig a Dallasban, a nagy teremben, ugye a ház nagy termében töltötték a viszkit állandóan. Hát attól függ, hogy kivel azonosult, mert ugye mondjuk Samantával és Jokival, akkor hát érted, Joki kezében mindig ott volt azért a viszkis pohár. Igen. Érted, bárki mással azonosult, akkor nyilván más szokásokat vettél volna fel. Melyik volt az a sorozat, ahol ilyen nagymama tudott megoldani ilyen szuperképességekkel mindenféle? Szupernagyi. Szupernagyi. Úristen, de annyira utáltam, amennyire csak utáni. Emlékeztek a szupernagyira, hogy akkor egy ország akart a saját nagymamájából szupernagyit csinálni, és mindenki csinálta ezt a mozdulatot, hogy a mutatójaddal körözöl a homlokodnál, és utána a metávillát csinálsz mind a két kezeddel.
és így köröztél, szuper nagyi. És akkor elkezdtél futni nagyon gyorsan? Vagy mi ezt játszottuk a testommal, nem most a fejjel neki szaladtunk a nagymamámnak hátulról. Ah, igen. Ennek nem örül. És a serpenyővel kergetett minket. És mindig ezt csináltuk, hogy köröztünk, szuper nagyi. És mindig azt látod, hogy visszatölt, kiteszi a tenyerét, és visszapattanunk róla, de soha nem csinált semmit. Ugord át a kaput, mama. De a csípő protézisem. De a szuper nagyi. Köröszi, most. Szuper nagyi. Bum. És neki a nagyinak. Háj, nagyi. Hogy lehuppantál. Ugye, hogy hány olyan sorozat van, amiből tudtál dolgokat tanulni? Hát mindenki átvette a sorozatokban látottakat. Ugye ez volt a lényeg, hogy nézted, és kicsit azzá váltál, amiről szólt a sorozat. A Linda után nem volt nálatok az, mert nálunk ez volt, ha ütöttél, rúgtál mindenkit, azt és nem jött a hang. Már gyerekként is gyűlöltem. És nem jött a hang. Már melyik a... Az ütések, rugások hangja. Ja, hogy, hogy nem jött, hogy nem suhogott az a rohadt kéz, hogy nem suhogott az a láb, hogy nem hozzá volt ez a csattanás. De mit csináltad, kiléptél a kis kumpádból és Lindát játszottál? És hogy miért nem suhog a kéz? Miért nem suhog a láb? Miért nincs ez a furcsa csattanás, amikor eltalálsz vele valakit? Tök kiábrándító volt. És sikoltoztál is? Igen. És fölvettél egy ilyen fehér fürdőköpenyt? Akkor, amikor betalált a lábam. Fölvettél fehér fürdőköpenyt is egyébként? A klumpa az egyéb például az megvolt. Nekem volt olyan ismerősöm, aki klumpázott emiatt. Mert imádta. És a szomszédokból mit tanultál? A szomszédokból? Hogy kell beosztani hófényéig a pénzahoz, hogy ti meoddani, hogy egy donna ferendi. Igen, latinul mindenféleképpen. Na jó, nézzük meg hallgatóinak, mi maradt meg sorozatokból. Jó, drága Bonnie Show hallgatók, gyerekkorotokban fontos, hogy ez nem mostani sorozatok legyenek, bár az is lehet egyébként, hogy ki mit tanult, ki mit szedett össze, ki milyen tudásra emlékszik a sorozatokból, jó? Hogy miket lehetett ezekből megtanulni. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan egy perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt. A bácsikáról beszélgettünk, aki ugye sorozatokból megtanulta, hogy kell vatkender termeszteni. Egy zalakarosi idős emberről van szó, és csinálgatta. Azt pontosan nem tudom egyébként, hogy bukott le. Minden esetre próbálják kitalálni a rendőrségén is, hogy melyik sorozatot nézhette. Ő fájdalomcsillapítás szempontjából, hogy fájdalomcsillapítás véget termesztett ugye vatkendert. Uh-huh. Hát lehet, hogy állt egy hatalmas trombitával a busz megállóba. Igen, csontai, úgy se veszik észre. És nagyon mosolyga. Tényleg, hogy bukott le, azt nem tudjuk? Nem. Kiszúrta, vagy a szomszéd nyomta fel, vagy érezték? Vagy szállítani, elkezdte árulni a cukrot. Árulta is. Nem, nem, az már nagyon durva nem, akkor. Nem, csak állt, és nagyon büszke volt rá. Saját kézzel jel, már nem fáj a hátam. Igen. És mindenem a... tudok nevetni. És igen, a szomszéd megköpött. És így ugye elkapták. Na mindegy, ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit tanult régen a sorozatokból, illetve hogy a magyar lakosság hány százaléka vett át bizonyos dolgokat egy-egy sorozatból, mert hogy amikor az ember ugye gyerekfejjel néz egy-egy ilyen sorozatot, akkor kicsit ő is úgy érzi, hogy vagy a sorozat részese, vagy a sorozat főszereplője, vagy pedig valamelyik szereplő, fontos szereplő a sorozatból, és elkezd úgy viselkedni, úgy beszélni, vagy olyan dolgokat csinálni, mint az illető a sorozatban, leginkább ugye, ha gyerekként nézi. És... Hát nagyon sok SMS jön olyan sorozatokra, amit az ember már nem is emlékszik, hogy ezek voltak, de érdemes belőle szemezgetni. Azt mondja, hogy én nagyon szerettem Buffy a vámpírok rémét, fakarót faragtam, amit az ágyam alatt tartottam, és 15 évesen vártam, hogy majd én is kiválasztott leszek. Így Andi. Nekem ez nincs meg, a Buffy a vámpírok rém, ezt nem ismerem. És valakinek a mellkasába tudsz kalapálni egy fakarót. Igen. Megtanultam, hogy kell beszállni az internetbe Vágási Feritől. Szép napot, Csabi. Hát a Vágási Ferinek van egy ilyen végemondata, ugye, hogy lehet, hogy beszállok az internetbe? Így, igen. Lehet, hogy beszállok az internetbe. A nyomdászból vállalkozó lett igen. Akkor. 7 évesen órákon át szaladgáltam a lakótelepen, és folyamatosan beszéltem a fekete kázi órámba, és hívtam Kittet, de soha nem jött. Michael Knight-nak képzeltem magam, ez Zsolti küldte nekünk. A nagyim egy darabig valami brazil szutykot bámult, megtudtam belőle, hogy az összes latin amerikait Armandónak hívják. Ezt Gandalf küldte nekünk, köszönjük. Dudikov után úgy haigáltam a dobócsillagot. Hát ugye Michael Dudikov. Há, persze, az amerikai ninja. A VHS akciósztár. Az amerikai ninja, aki egy slagdarabbal és egy vödörrel a fején is gyakorlatilag legyőzhetetlen volt. Igen. Szándokán hatására erdőben pókláztam egy konyhakéssel az oldalam.
Hát az a tigrisugrás volt, hát az... a maláj tigrisnek bizony. Az ugrása. Hányan várták gyerekként, hogy, hogy végre jöjjön az a tigris, aminek felvághatják a hasát, és nem jött soha. Ő pedig alatta. Igen. És fel tudja metszni. Hát ugye az indianos finnak után ezüstok kincse meg hasonlók, biztos, hogy mindenki készített magának valamilyen íjat, meg nyilakat, és biztos, hogy kipróbálta, hogy ez milyen érzés lehet, meg kifestette az arcát, meg nagyon vagány tudott lenni benne. Nekem is megvolt. Abszolút megvolt ez az élmény. Sőt, én készítettem, én mondjuk nem annyira tévésorozat, hanem a Rahan képregény után szabadon, én hátra kimentem, és a kutyám által meghagyott, vagy az aktuális kutyánk által meghagyott csontokból farigcsáltam magamnak csonthegyű nyilvesszőket. És volt egy kis piros hajpántok összekötve hátul. És kit akartál legyilkolni? Nem volt ellenségkép? Mindegy. Mindegy? Hát volt az utcában egy-két ilyen őskőület. Egy-két dinoszok. Lábban szúrni. Udo Bringman féle autóba beszállás, így törtem ki a fogam, amikor be akartam ugrani a lábbal hajtós moszkvicsommal. Az hogy volt? Azt nem tudom, milyen az Udo Bringman beszállás. Szerintem úgy, ő neki kábriója volt, és ő beugrott és a kábrióba. Iszonyú laza volt. Igen, és volt egy másik beszállás, az írt a hallgató tényleg. Nem jut eszembe a címe, a két srác mindig a leengedett ablakon ugrottak be a kocsiba. Hazárd megye lordjai. Vagy pedig átcsúsztak a motorháztetőn. Ugye az egyik az mindig úgy szállt be, hogy fölugrott a motorháztetőn, azon átcsúszott. És másik oldalt beugrott. Nem, az nem az volt. Az a TJ Hookerben a Romano volt. Az a Romano volt. Nem a TJ Hookerben? Nem ő volt a Romano? Hát, aki úgy, nem a TJ Hooker szállt be mindig úgy a kocsiba, hogy átcsúszott a tetején? A Romano biztos nem, mert hát a Romano az doktor volt, ahogy hívják be. Dehogy is, a Romano volt a TJ Hookernek a társa. A kórházas sorozatban volt. Nem, a TJ Hookernek a társa volt Romano. Az is Romano volt. Persze, Románónak hívták. Megvan, persze, az olasz csávó, egy jóképű, a Romano. És ő azt hiszem, ő vagy a TJ Hooker ment úgy mindig, hogy a motorháztetőn átcsúszott. És utána ezt mi is gyakoroltuk ugye a tesómmal folyamatosan, csak az nem volt autónk, vagy nem volt motorháztető. A szomszédok az folyamatosan mindig átgurultunk a motorháztető, és az volt a lényeg, hogy ki tud úgy beszállni az autóba, mint Romano, vagy TJ Hooker. Figyelj, bevallom nektek őszintén, hogy én a kutyakaját, a konzerv kutyakaját, azt a Mad Max 2-nek a hatására kóstoltam meg. Ugye van ott egy olyan jelenet, amikor a Mad Max-ben van egy ilyen hegytetőn, és akkor figyeli lent a benzinkutat, amiben be szeretne jutni azért, hogy üzemanyagot szerezze magának, és felnyit egy konzervet, és olyan jó ízűen, olyan elégedett arccal elkezdi falatozni, és amikor már alig marad belőle, akkor dobja a kutyának, és a foglyul ejtett fickó, meg a kutya marakodnak aztán a konzervdobozon. És annyira jó ízűen ette a Mel Gibson azt a kutyakajás konzervet, hogy én azért kóstoltam meg. És miért te aztán rászoktál? És loptad a kutyától. Reggeltől estig marakodtunk rajta. Rocco Siffredi-től tanultam sokat, így a Szabi. Itt van. Öcsémmel a szomszédok autóinak motorháztetén csúszkáltunk, mint TJ Hooker és Romano. Tessék, nem szeretik. Romano. Na, azt mondom, Romano. Ők csúszkáltak akkor. Azt nem tudom, de a beugrás az biztos, az a hazármegye Lordjai. Mert ott le volt hegesztve az ajtó, hogy annál stabilabb legyen így a van. Kocsi, és akkor ők beugrottak állandóan. Így van, a két srác mindig a leengedett ablakon ugrott be a kocsiba, nos, amikor a 100-as Kodánkának egy laza mozdulattal sikerült letörnöm az index karját, akkor szólt apum, hogy ezt lehetőleg fejezze be. Ezt békülte nekünk. Most belegondolok, hogy én átcsúsztam volna az 1005-ös moszkvicsunknak a tetején, én akkor valószínűleg csúsztam volna azzal a lendülettel és vissza az apám pofonjától. Tehát, hogy... És tudod, hogy Románóban minden csaj szerelmes volt. Szép fiú. Kifejezetten szép fiú volt. Az volt. Keresd meg, is be, hogy Google, jó képi, jó TJ Hooker, Romano, és ki fogja neked adni a Románót, ő amilyen olasz bevándorló család. És minden nő Románóban volt szerelmes. Az tehát volt. Szegény William, ki volt a TJ Hooker? William Shatner. William Shatner. Abszolút C kategória. William Shatner sehol nem volt, mert minden fiatal csaj Románót akart. Jó, a Star Trek sorozatból azért nagy ágyú volt. Jó, nagy ágyú volt, igen. De már ott is behúzta a hasát. Ott, de abban, hogy bele is szorult. Tehát sehol nem tudott tovább menni. A klingonok! Támadtak a klingonok! Igen, vége, csapó! Igen, lehetett látni. Na, megvan Románó? Most keresi. Aha, igen. Látod? Ugye egy jóképű olasz. Ugye, hogy az? Na, itt egy újabb, a 10K mellé. Gojko Vinetú mit is testhez szorított kézzel oldalaz a fejes ugrása. Úristen, meg az indián úszás, amikor leszorítottad a kezedet, a fejjebe fejes, ember indián fejes, úgy. És utána úgy úsztál, hogy ne vegyenek észre, hogy forogtál a vízben. Igen, mekkora a hülyeség. Igen. De az, akkor egy generáció így ugrott az indián fejeseket, mert Gojko Mitic ugye így ugrott indián fejest. Persze, ezeket a sorozatból abszolút nézted, és elementél, csak igen, ilyen derékigérő vízbe ugráltad az indián fejeseket, persze. BMX banditák legnagyobb volt, semmit nem tanultunk, de nagyon sokat estük Gütszilárd. BMX banditák, hogy nem, még Nicole Kidman játszott.
Onidin család után hajózósat játszottunk, raklapok voltak a hajók. Nagyon jó volt, írja Bea. Telvilmos alma helyett a szemünket lövöldöztük, ezt Fecó küldte nekünk. És nem kell mindig kaviár. Nagyon, nagyon jó sorozat, kár, hogy nem ismétlik. Így van. Liszabonban játszott a második világháború alatt, nagyon komoly volt. Igen. Hát illetve ott vannak ugye a klasszikus Bud Spencer filmek, ott is ezért csodálkoztam, nem jött a hang. Érted? És nem jött. Hiába ütötted a másikat. Igen. Öcsém King Kongként szétverte a kertet egy húsánggal. Beteg, ez beteg. Igen. Bud Spencertől tanultam verekedni. Az egyik ovistársamat úgy fültövön vágtam, hogy beszakadt a dobhártyája. Ezt Matt küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tényleg akkor nem volt más, mint hogy nézted ezeket a sorozatokat, igen, meg filmeket, igen, és ezen szocializálódtál, és ezzel akartál lenni, amit akkor láttál. Nem? Igen, nem volt rossz. Na jó van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Jó sok jön. Játszunk jó Óven bácsival, és Berunével játszunk már is. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Szia! Hello, ki van? Bence vagyok. Bence, hello, honnan hívsz minket, Bence? Felé tartok, éppen dolgozunk. Hangosítva. Ki vagyunk hangosítva? Igen, egy pillanat, mindjárt. Átkapcsolom. Adrian Zmed, így hívták románul. Adrian Zmed. Adrian Zmed. Akkor a kategória, nem? Hát maximálisan. Na, sikerült megoldani? Na most, igen, most már. Na, hát ez így. Merről jössz Pest felé? Vácról. Aha, ott minden oké, akkor nem az M3-oson vagy. A nulláson jövök. Itt éppen a lecsési lehajtó után vagyok, itt erre minden rendben van. Na jó van. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, jó? Figyelj! Jó. Na, ők is. Már ők is. Már mindenki. Már ők is, ráadásul múrva. Tényleg mindenki. Ajjajjajjajj. Na, mutatjuk, mit érekelnek. Hát ez olyan egyszerű, hogy... Még egyszer kérhetnénk. Nagy-nagy klasszikus. Bele is sokan szerelmesek voltunk. Nincs meg? Magyar? Ha? Annyit segít. Igen, magyar. Mit hosszabbat? Uh-huh. Mutatjuk. Egy pillanat. Megvan, csak a címe. Jó, az előadó is. Na, megírta valaki SMS-ben? Na jó, megmutatjuk, jó? Mert szerintem nincs meg, figyelj! Jaj, egy kis klasszikus szóltál, Erika! Mekkora sláger volt! Kis ujja szájba! Hát ő akkor tényleg a szerelemre született. Arra bizony. Arra. Ott volt a hely. Vagy lett volna. Igen, na hát ez nem ugrott be. Mi történt, hát nem. Bence? Nem? Hát kicsit izgultam, megmondom őszintén. Először sikerült bejutnom, aztán egy kicsit most így izgultam. Hát igen, elizgultad picit, pedig nem volt annyira nehéz. Mi szerintem. Mi is Erikára akkor? Igen, egy jó kis Zoltán Erika, hát pedig milyen hát jó volt. Szépen. Köszi a játékot, ne keseredj el, vagy játszunk még, jó? Jó. Hello, ciao, hello. Alfa holdbázis. Jaj, zseniális. Fa építőjátéka, lézerpisztolyoztunk az osztályban. Ezt Laci küldte nekünk. Golyko, mit is miért csúsztak össze a nyakcsikolyáim? Rohadjon meg! Kicsi volt a víz, mi? Hát hányan tolószékesek szerintem Golyko Mitics miatt? Azt szerintem ő nem is tudja, hogy ez tényleg hányan próbálták utánozni az indián fejest. Na, 8 óra után egy érdekes témával folytatjuk. Ugye a napokban lehetett hallani, hogy
egy tesi tanár soha többet nem taníthat, mert hogy diákjával feküdt le. És arról beszélgetünk majd, hogy ugye nyilván nekünk diákoknak egy csomószor van az, hogy bejön a tanár. Ugye hát mindenkinek van legalább egy ilyen élménye, hogy jó volt a matek tanár, vagy jó volt a fizika tanár, vagy jó volt a tesi tanár. Idézőjelesen legalábbis nekünk volt hasonló, nem mindegyik jó. De milyen az, amikor, vagy legalábbis a diák miből veszi azt észre, vagy egyáltalán hogy zajlik ez, amikor a tanár nézi ki magának a diákot, és kezd el vele flörtölni, majd megy bele egy titkos kis légyotba, vagy akár egy hosszabb ideig tartó szerelmi viszonyba. Ha megkülönböztetett figyelem, speciális gyakorlatok csináltatása. Kötélre! Megint! Igen, ki az, aki ezt kihasználja, ki az, aki nem használja, ki jobbi jegyet lehet ettől kapni, találunk-e esetleg, vagy hát abban bízunk, hogy találunk olyan hallgatónkat, akinek volt, vagy hallgatót, akinek volt viszonya tanárral gimnáziumban. Ugye egyáltalán az a lényeg, hogy meddig szentségtörés, gimiben még az, ugye? Hát ott még, az igen, egyetemen már belefér, tehát ott már ez igazából nem nagy baj. De például a gimnáziumban azokat a tanárokat, akik ezt csinálják, egyrészt nem értem, hogy nem veszi észre az iskola, kettő, hogy hogy adja ő a diák tudtára? Elkezd nyomulni? Hát egy jobb jegyet kap. Igen? Aha, szerintem nem annyit feleltet, azért lehet arra utalni. Most valaki kijön a főiskoláról, mondjuk 24-25 éves, és van egy 17 éves lány. Az igen. Nem olyan nagy korkülönbség, ott még az működhet a dolog. Az még működik, igen, mert ugye arról már beszéltünk, hogy mi van, ha nekünk diákoknak bejön a tanár, és ki melyik tanárjával feküdt volna szívesen. Ilyen van, meg ilyen volt. De hogy amikor a tanárnak jön be a diák, és ezt a diák érzékeli, és mondjuk szól-e otthon, nem szól otthon, jelzi, nem jelzi, esetleg belemegy a flörtbe, vagy csak elkezd egy kicsit a tanára játszani, hogy jobb jegyet kapjon. Azért ez egy érdekes dolog, hát, jó nem? Jó képítési tanár, belemész, ha rossz képű matek, akkor nem. Nálunk vagy a kettesér, igen. Vagy a kettesér, igen. Egy konkrét eset volt nálunk középiskolában, ami miatt egyébként is kellett búcsúzni a tanár úrtól. Aha. Az iskola szépség királynőjével barátkozott nagyon össze. Karcsikával. Karesszel, a kis rézműves karesszel. És ebből oltári balhélet. És a család részéről is kapott egy fejegetést, hogy ha most már nem veszi el. Ha nem száll le szépség királynő karcsikáról, akit óriási balhélet. Akkor talál egy csacsi fejet az ágyába. De ráment a diákra tényleg? Ráment, ráhajtott. Hát korához képest is. Megfelelő fejlettségű volt a lány, tehát hogy azért tényleg nagyon dekoratív volt, nagyon jól nézett ki, érett volt, és hát hogy nem úgy alakultak a dolgok, hogy ők össze söndöröttek egymással. Ott egyébként a lány részéről sem volt semmi, nyilván volt benne egy ilyen is, hogy egy idősebb férfiről volt szó, tényleg egy markáns, jó felépítésű, jó képű tanár volt. Hát meg kellett ez a környezetismeret négyes, nem? Ne, torna volt, igen. Hány éves volt a tanár úr? Körülbelül. A tanár úr szerintem nem volt annyi, nem. Ja. 30 aha. Körül és volt. És a diák 18 volt pontosan, igen, mert a következő évben már nem tanított a tanár úr nálunk. Aha. És sehol máshol hanem sem. Otthon tartott külön órákat. És együtt maradtak? És tudod? Együtt maradtak. Na hát akkor meg örök szerelem, most ezért kirúgsz valakit? Azt nem tudom, hogy örök, de hogy még egy-két évig együtt aha. Voltak, az biztos. Na, erről beszélgetünk, azért ez egy érdekes dolog, meg szerintem sokakat érint. Nyilván pontosan jönnek a hírek után jövünk vissza mi is. 8:13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő van, kezdődik egy újabb hét. Ez igen, ez nem túl jó hír, de hát nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni. Az M7-es jó járható 87-es kilométernél elvitték a kamiont, úgyhogy ott már nem kell torlódásra számítani. Az M2-es végénél Budapest felé baleset, hamarosan nagy dugó várható, ezt Reni küldte nekünk. Igen, nincs dugó az M7-esen. Köszönjük, Rajmi is elküldte, és az M3-ason semmi gond nincs. Lehet haladni, nincs sávlezárás. Ezt pedig Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. És aki tehet, hogy gyűjtsön egy gyertyát, mondasson egy misét azért, hogy Balaton lelén augusztus 1-én a Napfény strandon és környékén jó idő legyen, mert ott leszünk kitelepülésen. És a bejáratnál? Ahol van, mi? A bejáratnál. Konténer stúdióban, hogy mindenki könnyebben hozzánk férhessen. Azt, hogy szeretjük. Konténerben leszünk, nem üvegben? Nem. Én konténerben. Az üveget jobban szeretem. A konténerben vagyunk? Konténerben. Az ön baráti, közelülhetünk egymáshoz. Persze, jó közelik. Tudod, ahogy szoktad mondani, mint a vadmalacok. Összebújunk az erdő mélyén, igen. Tényleg most péntek Balaton lenne, és aztán már csak egy állomás van augusztus 18 Debrecen. Így van. Igen. Így van. Kasszatibi Vastag Csaba, Vastag Tamás, Király Linda, Király Viktor, Tóth Gabi és a Hooligans fognak fellépni Balaton lelén. Ó, jön a király család. Bizony. Tényleg? Nagy éneklés na. Lesz. Én voltam múltkor Király Viktor koncerten, nagyon-nagyon komoly az arc, amit énekel, meg jó, tehát Európa, nem európai, amerikai a produkció. Amerika, öcsém, Amerika. 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 Vegas. Getszó, Vegas. Mit? Belágyó, öreg, belágyó. Igen.
Balázs, a múlt héten kedden bejátszottál egy nagyon jó számot, és megmutattad, hogy ez jár a fejedbe reggeltől. Aha. Kérhetném, hogy bejátszátok, és a címét is megmondjátok. Köszi, puszi. Feri, jobban hozzá. Csinál még egyszer? Egyébként. Egyébként tényleg. Kik ők, most elfejtettem. Kik voltak? A Capella. Nem. Kik ők? Nem, hát tudtuk. Full Moon. Azaz, Full Moon. Basszus, én meg megjegyeztem. Kösz, de jó. De az eredetet hallgassuk meg, nehogy az járjon az emberek fejébe, mint a Feritó. Tessék. Figyelj, nézd meg, ugyanaz. Megőrülsz. Hát, egyébként tényleg. Jó, azóta nekem ez nem jött. In a few more days it's winter, cold winds and freeze. Jó szám, nem? Igen. De szeretnék olyan, mint a Michael lenni, de nem vagyok. De rohadék vagy, ez jó. Az, de egyébként ügyesek, jó. Ügyesek. Meg vagyunk áldva, bármit csak mindig hasonlítják egy világsztárhoz. Nem? Tehát nem tudsz olyat csinálni. Hát de ha olyan. Tessék? Hát de ha olyan. De mi a hangszín, nekik van is nekik egyébként olyan albumuk, amin például adóznak George Michael nagyságának. Igen. Még lassan tényleg leszek a promóterük egyébként. És már csengethetnek nekem, jutalék, nem? Jutalék fellépések után. 10%. Igen. Na ez volt, Marika, ez a Full Moon nevezeti zenekar. Ez volt Marika. Ja, Marika kérdezte. Ez volt Marika. Marika is van a zenekar. Marika kérdez. Marika énekelt a Full Moon-on. Ő Marika. De jól hozott az elejét egyébként tényleg. Ez van, ha az ember úgy ébred, hogy valami betapad neki. Most mi, gyere velem, énekeld rá a főszólamot. Én? Hát az én ritmus érzékem. Jó, te csak hallgassál, mert ilyen zugfutó lettél. Te zugfutó vagy. Ha jössz velem, megcsem a részét egy órát, akkor csak, elmegyünk együtt. Csak ha kergetnek. Csak, tényleg, soha. Azt is el tudjuk intézni. Fusson, akinek öt anyja van. Az, ha kergess meg, akkor jövök. Na, tanárdiák szerelem, ez egy érdekes dolog. Talán van olyan hallgatónk, akinek van tapasztalata. Az is jó, ha belement, az is jó, ha nem. Igen, mi akár egy erőkötünk nem tudtuk elcsábítani egyik tanárunkat sem. Pedig én nagyon küzdöttem. Na, mesélj csak, hogy nem, micsoda? Nekem nagyon ronda tanáraim voltak. Már aranyosak voltak, kedvesek, meg csak valahogy nem voltak olyan állapotban, hogy rájuk lehessen haladni. Ennek mondjuk a napi két doba szimfónia is ellenállt, amit elszívtak, és közvetlen közelről hajoltak fölét, hogy puskázol-e, és amikor ezt így visszajött a szimfónia a macis kocka sajtal, az a kettő együtt nem hozott túl jó ilyen kis illatot. Na, de hogy tulajdonképpen, amikor tanár megy diákra, ez egy érdekes dolog, hogy tanár hajt rá. És biztos van olyan hallgatónk, aki már átélte ezt. Az is jó nekünk, ha olyan hallgató jelentkezik, aki belement, az is, akinek egyre kínosabb lett a dolog, és elutasította. És sokan szerintem azért mennek bele, ha belemennek. Mert félnek, hogy megbuknak. Aha, mert félnek, hogy megbuknak tornában. Igen, hogy hagyod magad. Imponál. Nem, hogy imponál. Tehát, hogy egy fiatal lánynak annyira tud imponálni szerintem az, hogyha egy picit idősebb, érettebb és azért meglehetősen jó külsejű tanár úr, akinek van tekintélye, van respektje, akinek felnéznek a diákok, ráhajt. Vagy jelzi, hogy neki bejön a tanár. De várjál, nem tudod elsőre, hogy te bejössz-e a diákodnak. Tehát hogy hajt rád a tanár? Engem mindig az érdekel, hogy a tanár megteszi az első lépést. Oda mégis azt mondja, hogy milyen csinos vagy ma, Klári. Csak így tovább, és a fenekére csak egyet. Hát, de az már azért durvább. Csak így tovább, még egyet. Az már durvább. Másnap megint mondja, hogy ma megint nagyon csinos vagy. Migeti? Flörtöl vele? Az osztály előtt teszi? Ott marad vele négy szem közt? Megvárja az iskola előtt? Tehát, hogy ez... Dettó, mint hétfőn, kedden, szerdán. Ugye úgy kell, hogy történjen a dolog, hogy azért ez meglehetősen diszkrét maradjon. Hiszen nem akarod te tanárként, hogy az egész osztály tudja. 17 éves lányok között nem, de hogy azt mond már nekem, hogy titokban marad, hogy a tanár rád. Na de hát kirúgnak. Ez az, hogy nem marad titokban, de hát nem akarod magad kirúgatni. Akkor mindenkit kell dicsérni. Te se nézel ki rosszul, Balázs? köszönöm szépen, tanár úr. Hogy ez egyet hogy zajlik? Hát elkezd szerintem a kettő között vibrálni a levegő, azt úgyis megérzi egy lány. Nem, hogy a jóképű tanár, meg ha jóképű például a tornatanár bácsi, akkor valószínűleg az egész osztály szerelmes benne. Mindenki. Ugye? Tehát mindenki, őt akarja, hát még a lány osztály, a Bem József fogja neki.
És ilyenkor a diáknak kötelessége jelenteni ezt az igazgatónak? Ha már ez mondjuk zaklatásba megy át, akkor nyilván előbb-utóbb ezt jelentened kell. Akkor nem? Igen, akkor igen, csak kérdés, hogy kinek fognak hinni ebben az esetben. Hibás az a tanár, aki egyébként ráhajt a diákjára? Igen. Igen? Hát, igen, hát, várd meg, amíg leérettségizik. Amíg nagykorú lesz? Várd meg, tehát ha te szerelmes leszel a diákodba, akkor várjál 2 évet, 18 lesz. Mert egyébként, ha ti az utcán összejöttök, és nem a tanárod, nem büntetik. Te 17 éves lányal, te simán lefeküdhetsz. Akkor mi a különbség, hogy te az iskolába jár, és te tanítod? Van egy ilyen ki nem mondott, le nem írt etikai kódex, hát, vagy tanárnak nem illik? Nem azért vagy vele, mert meg akarod, vagy meg kell csinálnod, hanem azért, hogy tanítsd meg. Hát az élet nehéz. Hát nehogy valami szemét de legyen az gondolod, első. De szülőként is, te járatod az iskolába a gyereket, most Benit kapja valami angol tanár. Van ennek az egésznek egy ilyen kicsit ilyen pedó üzenete, hogy a tanár, aki ráhajt a fiatal csirkékre, tudod, ez beteges. Hát egy bizonyos kor alatt, mert ahogy te is mondtad az előbb, főiskola egyetem azért az mellett. Na jó, de mondjuk 17 éves a lány. Az 17 éves a lány. Az necces? Az nagyon necces. De miért ezek a lányok 17 évesen szexuális életet élnek már? Ez... És ha azt igen, nézed, igaz. Akkor mondjuk a tanár igen. Lehet, hogy most jött ki a fősúlyról, akkor 23-24 éves, 17 mm-hmm. éves a lány, az pont 7 év, tehát egy ideális, vagy 8 korkülönbség egy férfi és egy nő között. Na, tessék! Na, és igen, csak azért vagyunk ellene, csak azért vagyunk ellene, mert pedagógus és igen, diák. És összeegyeztetetlen a hivatással. Igen. Itt van velünk Orsi, akinek volt hasonló esete. Hello, Orsi! Sziasztok! Szia! Hello. Milyen tanár vagy? Igen, téged tanítottak, vagy... Nem, engem tanítottak. 17 éves voltam, a harmadik gimnazista, és kaptunk egy algír származású francia tanárt, aki egy éven keresztül oktatott minket, és hát feltűnő volt az, hogy én tettem neki, és mások mondták, én akkor eléggé naív voltam szerintem ehhez, hogy ezt gondoljam, de mentünk az iskolában, és valahányszor összefutottunk, tudom, hogy 3-4 lányok vele, egyszerűen így meghajolt előttem úgy a földig. De hogy meghajolt, ezt nem értem? Hát ugye Algériában, illetve az araboknál a meghajlás az egy nagyon nagy tisztelet, különösen egy nő előtt. Úgyhogy ő mindig így, amikor meglátott, akkor köszönés helyett szépen meghajolt. Jaj, de kellene. Megelpirultam, igen. Te meg ott álltál, senki előtt nem hajolt meg, odajött és elkezdett hajlongani előtted egy tanár. Nagyjából, igen, hú. Igen, ezt nagyjából így lehet elkezdeni, igen. És akkor többiek neveztek, én megelpirultam, úgyhogy... És később nem volt olyan, hogy nagy szünetben odahajtott hozzá 10 kecskét? Nem, azt nem az apámhoz vitte volna, de nem, így alapvetően ő egy éven keresztül ezt így próbálgatta, aztán nyáron közölte, hogy nagyon szívesen adna nekem privátban francia nyelvecskéket. De várj, ez így hogy zajlott? Tehát ott maradtatok ketten, és akkor azt mondta, hogy figyelj, hát ha gondolod, akkor privát nyelvecskék nálam, mondta ezt neked, figyelj Orsi. Mademoiselle. Kedves Orsi. Vagy hogy? Vagy ott a többiek előtt? Hát ez úgy nézett ki, hogy ugye nagyjából vége volt az iskola évnek, és akkor ő így ecsetelte nekem, hogy mennyire jól tudok én franciául, és hogy ezt lehetne egy kicsit fejleszteni. Ezt óra után mondta különben, tehát ő konkrétan félrehívott, és hogy ezt lehetne fejleszteni, és ugye én tekintettel arra, hogy tényleg a francia nyelven szerettem volna dolgozni a jövőben. Én azt gondoltam, hogy igen, ez egy jó ötlet, és mondom, amennyire ugye naív voltam én, akkor én semmit nem feltételeztem vele. Úgyhogy én el is mentem hozzá, aztán ugye a feleség az otthon volt, és kapott az úriember 2 nagy pofont, úgyhogy innentől kezdve számomra is nyilvánvaló volt, hogy ő ezt másképp kezdett. De te becsengettél, elkezdtétek a különleckét egy kis szobában, és bejött a feleség? Hát ez úgy nézett ki, hogy becsengettem, igen, ezt az anyós nyitotta ki az ajtót, én ugye én konkrétan nem tudtam, hogy házas, de nem is nagyon érdekelt ezen a ponton. Ugye bementünk, és ugye köszönt nekem, beinvitált a szobába, majd bejött a feleség körülbelül 5 perc múlva, és levágott 2 nagy pofont a tanárnak. Akkor lehet, hogy előzménye is volt már dolog. Igen, azt nem te voltál az első, akit korepetálni kellett volna. Igen, tehát nem jutottunk el a konkrét korepetálásig. Bármit jelentsen is ez a szó, ugye, az ő szavajárásában. De utána ott állt a pasi fölpofozva, a nő kiment, ott maradtatok ketten, és mi? Nem, a nő az ott maradt, úgyhogy ő így kedvesen közel, egy magyar nő volt, ugye ez az úriember algér származású, és hát ugye kedvesen jelezte a számomra, hogy jó lenne, hogyha esetleg hazamennék. És utána, amikor az iskolában összefutottatok, akkor mi volt?
nem futottunk többet össze az iskolában, mert ugye ez a tanév vége után történt, de ő amúgy különben többször hívott engem később is telefonon, hogy ő szeretne találkozni. De, de milyen hülye, hogy hazaviszi a lányt oda, ahol ott van az anyósa meg a felesége. Hát, mire számított meg a gyereket? Hát mire számított, hogy majd ott a kis szobában két kecske mellett, egy gyerek mellett, meg az anyós mellett ott veled majd történik valami? Most ha leszámítva azt, hogy egyébként ugye nyilván elítélendő, hogy ezt a saját diákjával teszi, de hogy mégis mire számított? Tehát, hogy nem volt azért jó ügyes csajozó. Nem? Hát nem gondolnám, hogy az volt, igen. Benne lettél volna egyébként a dologban, hogyha ez úgy alakul, hogy mondjuk nincs otthon az anyós? Most azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jóképű tanár volt, de én nem tudom, tehát alapvetően én bennem ilyen jellegű gondolatok nem voltak, úgyhogy nem egészen tudom megmondani, hogy hogyan reagáltam volna le, hogyha ezt így megtette volna, de ez a tanárvonal azért elég hosszú időn keresztül elkísért. Na jó, de várj, akkor kicsit azért mentél fel, mert tetszett a tanár? Hát... Jól érzem? Lehet, hogy kicsit igen, de nem volt szándék mögöttel, tehát nem akkor volt. Te legalább annyira dühös voltál az anyósra, mint a Pali, hogy bejött. Nem. Te megadták ki a pofont az anyóst. Te megpofosztod az anyóst. Igen, én pofosztom fel utána az anyóst meg a feleséget. Nem, azért ennyire nem volt, nem fajultak el a dolgok. Tehát egy ártatlan diák, aki nem egészen értette, hogy miért hívják fel a lakásra, tetszett is a dolog, kicsit féltél is tőle, de azért felmentél. Aha. Így van, ez pontosan így nézett ki. De hát, jó, akkor az ártatlan diákot akkor azért tegyük idézőjelben, mert azért nem, ezt kevésbé hiszem el. Köszönöm szépen, kedves vagy barát. Hát de nem, hát van egy tanár, aki neked is bejön, és fölhív a lakására, és fölmész, azért 17 évesen az ember ott már tudja, hogy lehet valami, nem? Hát persze, tudja, csak hát én nem, tehát én annyira azért nem erre appelláltam, tehát nekem tényleg a francia lecke és a szó hivatalos értelmére vett francia lecke volt. Persze. Nem annyira a másik oldal. És utána nem is találkoztatok többen? Hát vele nem találkoztam többet, bár hívott engem többször, és viszont ez a tanárvonal azért elkísért engem utána is, mert ahogy leérettségiztem, ugye beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és ott végül megismertem az első férjemet, aki az angol tanárom volt. Ó, jól érzem akkor én ezt, jól érzem, hogy azért itt van egy ilyen ezek a szimpatikus, jóképű tanárok, felmegyek csak egy franciaóra, jaj, pont megjött a feleség, nem baj, utána meg egy angol tanár lesz a férjed, azért ez neked kicsit a fétised. Hogy a tanár és a diák. Van a hálószobátokban egy nagy kréta tábla. Nem. De alapvetően érdekesen indult ez a dolog is, mert ugye én lógtam hosszú időn keresztül, mert az angol nyelvóráknál ugye nem egészen olyan szinten álltak a többiek, ahogy én, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem nem kell bejárni, majd ő ezt össze közölte velem, hogy már pedig igen. És hogyha nem akarom, hogy megbukjak, akkor... menjek el vele vacsorázni. Aha. Ez ki volt? A férj. Ez az angol tanár, a férj, igen. Ez az angol tanár volt a férj. Igen. De hogy igen. Ezt akkor és akkor ezt így bemondta? Ezt így konkrétan bemondta. Na. Sem mutat, hogy ártatlan vagyok, 17 éves, de elmegyek. Akkor már 18 voltam. És nem én már most nem szívesen tanul. Én már azt hittem, meg se kérdezi tanár úr. És akkor elmentél vele vacsorázni? Igen. Aha. De mondjuk meglepődtem, én így tipikusan egy pirulós típus voltam, úgyhogy ez így. Szépen elpirultam, aztán elgondolkoztam azon, hogy megérje nekem azt, hogy valaki megbuktasson. Elmentem vele vacsorázni. Na hát a férjed, a kedvenc dalasom a Komár klasszikus volt, a No Mi Sasz, nem, angol órára. Figyelj, mennyi, hány év van köztetek a férjed? 6. Aha. Tehát én voltam 18-24, amikor megismerkedtünk. Te azt mondod, hogy az első férjed, akkor azóta már... Egy orosz tanár? Most a második? Nem, most így elpártoltam a tanároktól egy időre. Ja, már is váltatok? El, egy 10 év után sikerül, de igen, azért egy hosszú időn keresztül. Hát megtanultál angolul, már most minek, ugye? Francia, angol már megy, most már csak az üzvégé is a tartsz. Most készülsz esetleg valamilyen tanfolyamra beiratkozni? Valahova? Hát, ha van valahol? Hát egyelőre nem, de szerintem a férjem nem is van jó néven, hogy én most ezek után beiratkoznék egy kis kollégazgatóra. Mit csinálod a férjed? Oktatási miniszter? Nem, ő teljesen más területen van, úgyhogy. Más terület, aha. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Én is köszi. Ciao, hello. Az ártatlan diáklány, aki nem sejt semmit, de azért felmegy a francia tanár lakásába. Nyilván tudta. Hát persze, hogy tudod, tudta. Hogy persze, hogy tudta. A hülye lúzer, meg az anyósához, meg a feleségéhez viszi a kislányt. Hát mekkora egy balek, nem? Nyomokban ártatlanságot is tartalmaz. Orsi számát adjátok meg, kérlek, az anyósom már nem él velünk, nyelvlecke még van.
Jó, na várunk SMS-eket akkor, jó? Nagyon sok hozzászólás jött egyébként. Nyilván itt most mi félig tréfálkozunk, de azért van egy-két olyan SMS, aki egyfajta lelki traumaként élte ezt meg, hogy a tanár ráhajtott. Írjanak nyugodtan olyanok, akik tényleg észrevették, hogy a tanár szeretne velük kikezdeni, utalt rá, esetleg verbálisan megpróbálta őket elcsábítani, vagy ahogy ugye Orsi is elmondta, a saját lakására csábította fel őket, hogy mit tud ilyenkor csinálni egy diák. Azért ez érdekes. De olyanok is írjanak, akik nem olyanok, mint Orsi, tehát nem akartak felmenni, vagy nem fogadták el egyből a felhívást. Jó, 8:30 pontosan jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:49 lesz, 7 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel! Ugye arról beszélgettünk, jó reggel, tiszteltem, tengermély tiszteltem, nagyuram, vezérem, szőröm, hogy milyen az, amikor a tanár nyomul a diákra, mert ugye az sokat hallani, hogy a tanár jóképű és bejön a lányoknak, vagy jó csaj, bejön a fiúknak, az rendben van. De hogy milyen jelei vannak annak, amikor ugye akarva akaratlanul egy tanár elkezd rámozdulni a diákra, mennyire nyomorúságos, amikor megpróbálja őket dicsérgetni, randira hívni őket, ne agyisten fogdossa. És hát elég sok SMS van, a legtöbben egyébként nem akarnak beszélni, de nagyon sok ilyen történet van, amikor tanár kezdett ki Magyarországon is diákkal. 17 évesen nekem is imponált, hogy jóba vagyok a tornatanárommal, senkinek nem tartoztunk beszámolóval, csak a feleségének, amikor lebuktunk. Hát igen. Buszi kata. Még egyéb terhelő is, ugye? Igen. 13 évesen én lettem a 21 éves foci edzőm kiszemeltje. Azóta se tudtam normális kapcsolatot kialakítani senkivel. Oh. Ezt Szilvi küldte nekünk. Csak jól lett volna leírja, hogy konkrétan milyen jelei voltak, hogy nyomult, mit csinált, ugye minket ebben a történetben az érdekel, hogy kezdi el ezt egy tanár. Középsuliban a 4 év alatt 3 tanárnőmmel is volt intim kapcsolatom. De, fenn se tudja. Valahogy a pasiknál jobban megbocsátható ez, nem? Hát én nem bántam volna. Ha van olyan tanárnő, aki... Egyébként tök durva, hogyha belegondolsz. Mentesíti őket a társadalom, hogy a tanárnő a diákkal kevésbé elítélendő, mint egy tanár a diáklánnyal. Ott nincs ez a pedofil vonal valahogy. De én se érzem kellemetlennek. Tehát 16 éves srác lefekszik a 26 éves biológia tanárjával, azzal nekem semmi bajom. És mondjuk ki nyugodtan, a srác de számára ez óriási fegyvertény a haverok előtt főleg. Na de ugyanúgy a tanár kikezd a diákkal, nem? Hát benne van. Tehát, hogy ott ketten kellene hozzá. De az mégis a legtöbb, akkor álszent a társadalom, mégis a legtöbb embernek azt tetszik, ha ezt egy férfi csinálja, azt megelítéljük. Mert ez ugyanaz, mint a melegek kérdése, hogy a leszbikus pornót nézni, az menő, a melegek meg, na, érted. Már arra gondolsz, hogy aki elítéli a melegeket, az ugyanakkor szívesen nézi, hogy... Igen, néz leszbikus pornót, ja. Velem is történt ilyen, nekem az angol tanárnőm esti érettségén kezdeményezett, bele is mentem, SMS-ek, kézelírott levelek, órán átad, komolynak tűnt, majdnem minden 4 hónapig tartod, majd váratlanul vége lett, általa. Higgyétek el, nem volt valami jó, komolyan gondoltam. Következő tanévben folytattam a sulit, üdv D. Tehát itt egy diák sráccal kezdett ki egy angol tanárnő. Az is érdekes, hogy megy tovább. Tehát, hogy ez csak egy ilyen kis flörtöcske, meghúzzák a diáklányt, vagy a diákfiút, oké? Okay. Uh-huh. Vagy, hogy ez például szerelem. Most miért ne lehetne egy 24 éves fiú, vagy egy lány, vagy egy férfi, vagy egy nő a 18 éves diákjába szerelmes, érted? És lehet, hogy együtt maradnak, és utána együtt élnek még 5 évig. De ne legyen. Szóval, hogy a diákban ne legyen szerelmes. De miért ne lehetne? Hát, mert nem tudni kell különbséget tenni a munka és az érzelem között. Hát, te 30 éves férfi vagy. És ott van egy 16 éves lány, hát azt még meg tudod akadályozni, hogy ne szeressél bele, nem? Szóval, hogy én értem, hogy nagy a kísértés. De hogy mégis, valahogy azért olyan fura. Mindig azt szokták mondani, hogy mit tudom én, hogy szexuálisan, lelki, szellemi szempontból ezek még éretlenek, ezek a gyerekek. De most ez nem fordulhat elő például, hogy 18 év felett, mert hogy ugye itt általában arról van szó, hogy életkorhoz kötik ezt a dolgot, hogy 18 év felett nem lehet valaki ugyanúgy szexuálisan, szellemileg, lelkileg éretlen, mint mondjuk, amilyennek gondolnak egy 16 évest, vagy egy 17 éves. De most éves? Akkor mi már lassan azt mondjuk, hogy ez rendben van, és kezdjen ki? Vagy, nem, vagy... nem, csak kérdezem. Tehát, hogy ez az a baj, hogy ezt én exakt módon szerintem nem lehet megfogni ezt a dolgot. Nem korhoz kötik a diákod. Hanem ez egy viszonyrendszer. Hát ez egy összeegyeztetetlen rendszer. Nem az a dolgod, hogy te felszed és lefeküdjél velem, hogy megtaníts. Tehát itt nem a korhoz függ. Amíg az iskola padjait koptatja, addig ne gyere vele össze. Tehát itt nem arról van szó, hogy 18 év alatt. Nem, 18 év fölött igen. Tudom, hogy egy picit más, de akkor a főnökbe osztott viszony, az nem. De az tök más. Hát azért az tök más. Az felnőtt, tehát ott felnőtt nő és felnőtt férfi között zajlik valami.
itt azért mégiscsak diákokról beszélünk. És ősvezető, őstag. Az jó. Azt korrekt. Volt ilyen? Igen. Osztálytársam csaj járt évekig a tesi tanárral. Még mikor végeztünk gimiben, utána is jártak, nem is értettem, miért húzta meg, pedig jó volt tesiből. Velem a 63 éves tanárom kezdett ki, nem tudtam, mit tegyek, ráadásul azonos neműek voltunk. Ja, igen. Oh, na jó, hát ez már halmozottam. Na most kell. Miért? Akkor időseknek nem lehet? Nekik nem lehet? Azért, mert idős? Azt mondja, hogy általános iskola 7. osztályban jött össze egy osztálytársnőm a tesi tanárral. Aha. Mi tudtunk róla, de senki nem köpte be, már van két gyerekük, és boldogan élnek 27 éve. Na. 10 éves osztálytól találkozom, tudta meg az egyik osztályfőnök, megrökönyödött, és meglepte az is, hogy gyerekként egyikük sem árult el őket. Tessék, 13 éves volt a lány, 25 éve együtt durva. Vannak. Jaj, de szép történet, a 13 éves kislányal lefeküdt a tornatanár. Akkor nem biztos, hogy lefeküdt. Ó, de szép. Nem biztos, hogy lefeküdt 13 éves korában. Hát milyen romantikus, hogy örülünk, hogy együtt vannak. Az milyen lenne, ha te 13 éves lányadra éppen rámen egy 26 éves tesitánál? Szerintem kézzel, lábbal vernéd össze. És nem törődnél azzal, hogy lehet, hogy még 10 év múlva is együtt lesznek. De helyes történet, hát milyen boldogok. Hát de látod, a kis 16 éves kártya összejött a 29 éves tesitanára. Ó, de szép történet. Hát ne jöjjön már össze egy 13 éves lányadra. De látod, azóta is szerelem van, boldogan élnek, gyerekek vannak. Hát most nem győztelek meg? Hát ezzel nagyon nem. Hát ezzel nagyon nem. És 13 éves lányokat fogdosolt tesitanárként? Hú. Nem fogdossa, járt vele, szerelmes vele, igen. Igen. Az én tanárom cuki volt, megvárta az érettségi bankettet. Aztán mindent belepuszérít. Az a baj, hogy nem írtok konkrétumot, tehát az, hogy mindent bele, az rendben van, de hogy, tehát, hogy mi? És utána fölhívott? Vagy megvárta, míg elballagsz. Az mondjuk legalább szép, igen. Két évig voltam a német tanárnőmmel. Mire rájöttek, már elvégeztem a sulit, a táncinéni pedig másik suliba tanított. Azért ez is elég érdekes. Mondjuk nem tudom, hogy észrevettétek-e, de hogy a sátán elsősorban tesi tanárok két éven kísér. Hát igen, mert ugye jó testű, jó képű fiat. Mindig a tesi tanárnő a jó? Hát meg nem, a tesi tanár. Tanárok azok, akik. Most függetlenül attól, hogy most tanárnő vagy tabá, az illető, de hogy... Az ilyen megúszós tanárszakat esi tanár, nem? Hát lazán. Hát, igen. Mindig összepárosik olyan földrajz tesi, ha. Vagy nem tudom, valamivel, és akkor így... Tesi tanárnak az megy, aki csajozni akar. Tesi népművelő. Nem? Hova mész, tesi tanár? Jó, ha, hagyjuk már, persze. De nem, ilyen alibiszak. Tesi tanár, hát csinálj három tigris bukfencét, meg mász fel a kötérre, meg csinálj meg egy Cooper tesztet. Tehát, vagy egy ördögszekeret. Vagy csinálj meg egy ördögszekeret, igen. Általános iskolában csinos fiatal tanárnőnk, az egyik fiú osztálytársam a 8. már kokettált. Pár éve megtudtam, hogy azóta házasok, gyerekük is született. Azt nem tudni, hogy mikor jöttek össze végül. Tessék, ott is még egy példa az igaz szerelemre. Az nekem nagyon beteg. Hány éves vagy 8. 14, nem? 14, jó esetben. Ha nem vagy én vesztes, úgy ért. Igen, vagy nem ismételtél egy párszor, igen. A 15 tesi tanár, 23, micsoda, ezt nem értem. Lányom 15. Lányom 15? Tesi tanár 23. Ja, ráfrissítettem, és meg is ugrott, igen. Tesi tanár megint. Megint a tesi tanár, igen. Megint. Én a büfés nővel kavartam. Az jó. Nem teljesen időleg. Gyenge 20 év volt köztünk. Kétértelmű dolgot mondtam neki a suli vége felé. A szülinapján a nyár közepén felhívott tök részegen, hogy lefeküdnék-e vele. De szép. A részeg büfésnő és az ártatlan. Istenem, add, hogy a Benny szüzességet ne egy részeg büfésnő vegye. Add, hogy profi legyen. Csak ne szűz találkozzon szűzzel. Inkább legyen a részeg büfésnő. Szia, Benny. Én a friss tormás tekercsét, én bármit megtettem volna annak idején. A középiskolába belegondolok, érted mindenem. Janika, a legnagyobb riskokat tettem neked félre. Hogy örültél volna, elkap a részeg büfésnő, mi? És meg megszabadít a szüzességettől. Jó az. Gyenge 20 év volt köztünk, a szülinapján a nyár közepén felhívott tök részegen, hogy lefeküdnék-e vele, de várjál, ha ez egy ilyen régi történet, akkor haza csörgött? A matávon? Igen. Aha. Danika, gyere már, keres téged, valaki nagyon jó állapotban van. Én vagyok az. Várj, a büfében. Lefekszel velem.
Lesz ingyen szendvics. Azért az nagyon szép. Emlékszel rá? Körözötes szendvicske. Sok hajrá. De figyeld, milyen történetek vannak. Engem 14 évesen a volt tanítóbácsim akart felszedni, aki írni tanított. A könyvtárba adott randit. Egyértelműen nem mentem. Kiábrándító volt. Kérdezed, a gyerek ezt nem mondja el otthon. Csak észreveszed, hogy valami fura, nem szeret bemenni az iskolába, és mire kinyomozott, hogy azért nem, mert egy ilyen tetves rohadék a könyvtárszobában fogdossa éppen. Nem? És addigra már az összes jegye leromlott, már gyűlöli az iskolát, igen. Igazad van. Na, hát és valamilyen naftalin szagú, ilyen 55 éves ilyen könyvtáros ott éppen fogdossa a lányod. És gondolj bele, na, mit csinálnál, nem? Ha megverném. Hogy nem. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket. Sokakat akartunk visszahívni, de a legtöbb ember nem akar beszélni, elsősorban inkább lányokról volt szó természetesen. Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel. Hello. Anca? Igen. De jó kedved van. Igen, jó kedvem van. Szép annak ellenére, hogy hétfő van, pedig utálom a hétfő reggeleket. Hát ezzel vagyunk még így. Azt hittem az előző beszélgetések szép emlékeket ébresztett. Ez is. Na, tényleg van sztorid? Hát igen, nekem nincsen nagyon pikány sztorim, nekem csak annyi van, hogy hát nekünk középiskolában nagyon-nagyon jó fej volt, és jó pasi volt a tesi tanárunk. Már megint a tesi tanárunk. Hát mondom. Tanította a földrajzot is egyben, úgyhogy amikor így megfordult és kiment a táblához, akkor hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki kicsit így kiesett a padból. Így néztük a hátsó felét a tanár úrnak. És aztán nagyon-nagyon meglepődtünk, amikor láttuk őt a való világban is tesi tanárként, úgyhogy a fél osztály fent volt Facebookon, és mindenki azt írta, hogy figyeljétek, mert ott van a tanár. Ja, de nem szerepel, csak bement, ugye? Igen, hát igen, bement, hogy... Én mondtam, a tesi tanár, illetve az ördög, az sípot és edzőcipőt. Gyerekek, ha újra születek, tesi tanár leszek, komolyan mondom. Látod? Alibiszak, mi? Alibiszak, igen. 17 éves remegő hangú diáklányok között. Igen, az Kánoán. Igen. És volt valakivel, vagy lecsapott valaki a tesi tanára? Nem, ő talpig úri ember volt abszolút. Viszont ezt a másik tesi tanárunkról nem mondhatjuk el, de ő azért már úgy bátorkodott, sokszor így behajoltatta a lányokat így a tesi órán, meg így földrajz órán, tehát azért igyekezett, de ez, akiről én beszéltem, ő talpig úri ember. Ez a legnyomorultabb, amikor tesi tanár vagy, totál pedofil vagy, és direkt olyan gyakorlatokat csináltál, hogy tud nézni a puncikat, nem? Már bocsánat, de hogy ez annyira nyomorult, nem? Az. És mit csinált? Kötére mászhatott benneteket? Vagy hajolgattani kellett? Vagy mit csináltatok? Hát igen, volt ilyen is, hogy törzs meg hasonló, meg ilyenek, meg előszeretettel tartottam ezzel a gyertyát, vagy a kézenállásnál a lábakat, ugye, amikor a póló felcsúszik, ugye, a kézenállásnál, meg hasonlók. Úristen, jó, mondjuk ez azért elég nyomi. Hát ez szállalmas. Kis stílű, persze. A szánalmas, de mi is ezt csináltuk volna, a tesi tanárok vagyunk. Mondtam, hogy alibiszak, mondtam, a legnagyobb csajozószak a tesi tanár. És szögdel. És még mindig, igen. És most kötére mászik, igen. Hagyd ezzel csak, sportmertató nincs, gondol. Mi lesz így a cicikkel? Mi lesz így? Igen. Na jó van. Milyenek a kérdések, Jani? Tök könnyű. Könnyűek? Jó. Most szerintem igen. A múlt héten nagyon kemények voltunk, ugye részben a Forma 1-es játék miatt, most szerintem nem annyira nehezebb. Na, akkor jó. Na, megnézzük. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztóért. Melyik hazai pop előadó legújabb dala, az újra kezdhetnénk? Ákos? Uh-huh. Így van. Hauber Zsoltal közös műt szerzeményéről van szó. Jó, megvan, mondom a másodikat. Mehetünk tovább? Az nehéz lesz. Hát az a baj, én nem tudom, hogy neked mi a nehéz. Uh-huh. Nehezebb, mint egy gyertya. Igen, a magas térdemelésnél biztos nehezebb. Jó, menjünk tovább, megpróbáljuk. Így szól a második kérdés, dedikált Egérpadért. Melyik században játszódik a Hídember című film? 19 talán. Úgy is van. Úristen, pedig
Hát ez mázli. Tipp volt. De jó, jó tipp volt. Na, mit csináljunk? Csak mondom, nincs már forma egy-egy, tehát mehetsz tovább. Már nincs, igen. De ha elrontod, akkor elbukod ugyanúgy az előző két megszerzett ajándékot. Hát, mennyire nehéz a harmadik kérdés? Hát... Na jó, inkább megállok. Ez tudom. A reaktív nem tetszik. Tudom, hogy annyira nehéz-e. Ez ilyen megmondhatatlan. Már a nehézsége. A nehézsége, úgy értem, nem a válasz, hanem a nehézsége. Ki tudja erre a válasz. Ja, jó, inkább megállnék. Megállsz, elviszed. És örülök majd a garantált ajándékoknak. A dedikált ajándékokat. Jó, akkor van egy nyakbalkasztó és egy egérrelátét, meg még egy-két dolog, ami benne lesz a szatyorban, és amit tudunk, azt dedikálunk is, jó? Rendben, köszönöm szépen. Ó, de jó, feldobtátok a hétfő reggelemet. De milyen kis vidám vagy tényleg? Nem fájt mostanában a hátad, és nem terveztettél rá? Nem. Nem tettem semmit, sem botkender, sem ilyesmit nem terveztek otthon, ne aggódjatok. Ancsa, köszi a játékot. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azt mondja, hogy M7-es enyingi lehajtó Nagykanizsa irányában három kislány teker a leállósávon. Mi van? Okos. Éljen a szabadság. Autópályán tekernek? A fölkeveredtél véletlenül a 7-esről. Mennek a Balcsira, bringáznak, eltévedtek. Nem? Nem valószínű? Ez fura. Ez fura. Ott azért nem nagyon lehet. Vagy hát legalábbis nem szeretik, nem? Meg hogy mennyire kislányok, én azért arra is kíváncsi lennék. És hogy mit tekernek, azt se tudjuk ám. Mennyi kérdés? Na, az öreg pedótesi tanárok. Mit tekernek, igen. Mit tekertek, látom. M5-ös 40-es kilométertől több kilométeres sor Budapest felé, ezt Józsó küldte nekünk. Ott útépítés van, ez Balázs is elküldte, és az Inárcs magasságában ezért van elég nagy dugó. Az M2-esen a nullás felhajtó előtt a kétsávos résznél egy Golf megpördült, a bal első kereke kitört, félig az úton áll, úgyhogy ott is fennakadásra lehet számítani, és igen, ez Budapest felé van, az M2-es végénél egészen pontosan, valamint egy kiigazítás, dugó volt, de már nincs az M7-esen a 87-es kilométernél, ezt Raimi elküldte nekünk, hogy ott baleset volt, de elvitték a roncsokat, úgyhogy egészen jól lehet haladni. Na, jövünk a hírek után, és hát ugyan ezüstérmes lett a férfi vízilabda válogatott, de hogy ennek ellenére szerintem ez egy kiváló eredmény, csak köszönöm. Mi magyarok tudunk egy kicsit elégedetlenek lenni, vagy talán csalódottak azáltal, hogy ugye nincs aranyérem. De mi felhívjuk Benedek Tibort, és megkérdezzük, milyen lelki állapotban. Nyilván nem jó van, valószínű, szegény. Hát a tegnap a meccs végén ő ugye elpityeregte magát, igen? És úgy is nyilatkozott. Láttam rajta, hogy nagyon feszült úgy volt. Úgy is nyilatkozott ott az M1-nek, egy kicsikét még sírdogált, nyilván belelovolta magát, nagyon akarta a dolgot, és azért óroltam meg rád egy kicsit, mert úgy kezdted a mondatot, de nagyon ügyesen, aztán átfordítottad, hogy tulajdonképpen ennek örülni kell, szép az ezüst. Hát nyilván ők talán ezt kicsit máshogy gondolják. Majd legközelebb. Igen, egy otthon rendezett világversenyen mindig kimondva, kimondatlanul, és mindenki azt várja. Játékosok is, sportvezetők is, szurkolók is, hogy arany legyen. Főleg egy siker sportágban. Na, megkérdezzük, hogyan tovább, meg mi van ilyenkor, jó? Láttam ma reggel nyilatkozni, szegény valószínűleg nem jó kedvű. De azért felhívjuk, úgyhogy Benedek Tiborral folytatjuk. 4 perc van pontosan, 9 óra, jövünk vele a hírek után. 9 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és közlekedési híreink is vannak. M302-es kilométernél trafi Nyíregyháza felé, ezt Misa küldte nekünk. Aztán M1-es Budapest felé 64-es kilométertől 61-esig torlódik, üzeni Zsolt. Tatától kb. 8 kilométerre baleset van, emiatt torlódik, óriási a dugórendőrség, aktív, és a tatabányai feljárót le is zárták, úgyhogy ott valami nagyobb baj van. A 4-es elkerülőnél a reptértől az M0-ás felé egy idióta a külső sávban gyalogol a bőröngyével. Várjál, milyen 4-esen? Akkor a 4-es a reptértől az M0-ás felé. Bejött. Most jött. Ah. Hát most jött, igen. Hallott, nyilván olvasott, hogy a taxi drága, bejönni nem tud, gondolta, begyalogol. A busz megállott, nem találta. Ja. Igen, 32-es úton Százbereknél a fénysorobó off üzemmódban, Street Hunter küldte nekünk, és van még egy, a 4-es úton a 44-es kilométernél most készülnek fotózni. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hihetetlen, hogy mennyi veszély vár mostanában az emberekre, hogyha nem vigyáznak magukra oda. Ott vannak például a sörényes hangyászok, akik embereket ölnek, a sarokba szorítják őket, illetve a gyilkos zeller.
Egyébként tényleg ez, a, ez az égés. Az Eller, ami Petrezselyem, ami Petrezselyem, ami az Eller? Igen, most ez mind a kettő mind a kettő volt? Állítólag, és igen. Most az van, hogy... Egymásra fogják. Az Eller a Petrezselyem. Egymásra mutogatnak a Petrezselyemek és az Ellerek jelenleg. Nem én voltam, ők voltak. De hogy ez eddig nem volt? Mert most érted, én leéltem ilyen boldog tudatlanságban ezt a 44, 45 évet, de hogy én most hallottam erről először, hogy az Eller, és nekünk mindig volt a kertünkben az Eller. Jó, de apám soha nem jött be úgy, hogy arrott életbe. Csak egy kapával menjük, és gumicsizmában megyek. És adjál a őket. Ezt én se tudom. Nem most az, hogy állítok, permetezték valami tiltott szerrel ezeket, és az mart. Tehát, hogy nem maga a növény mart. Hanem maga a növény az nem nagyon mar, hát, nem? Igen. Mondjuk, ha allergiás vagy, hát a franc tudja, nem tudom. Vagy ezek olyan, ez csalánzeller volt. Csalánzeller? Aha, keresztezték ő. Összesöndöröttek a kert aljában a csalánnak. Aha, lehet. Vagy mint a sörényes hangyászoknál, sarokba szorították őket. És támadtak. És kénytelenek voltak. Aha, vérpetrezselj meggar. Az érték a gyomláló munkásokra, hogy őket akarják kigyomlálni. És ez egy teljesen normális önvédelmi reakció volt a részükről. A gyilkos zeller. Elkezdtek magukból savat nyomni. Igen. És megégették őket. Szegények egyébként sokat is utaztak, keveset is keresnek, még az Eller is megégeti őket, tehát nem egy szerencsés. Nem. Nem. Együttállás. De hogy tényleg olyan, mint egy ilyen Z-kategóriás horrorfilmnek a címe, a gyilkos zeller, vagy az Ellerek támadása. Igen, viszont ez a lezába... Na? Most perzsára váltottam. De rossz egyébként. Perzsát tanulok három. Aztán nem nyomom rosszul. Éreztem, nem? Hogy ez egy holt nyelv. Mit szóltok ez az ebola járványhoz? Azért ez, nem, ez most már azért egyre keményebb, nem? Hát hál' Istennek még egy Libériában. Másik kontinens. Másik kontinens, de most már ott tartunk, lezárva. Hogy igen, határok lezárva, és a libériai kormány ugye elrendelte, hogy hát zárják le a határátkelőket. Mert hogy mindenkit feltartóztatnak, mindenkit átvizsgálnak, seki, sebe. Körülbelül 700 ember halt meg most már a térségben, de hogy lezárják a határokat is. Arra nincs még gyógyszer. Valaki most már egy repülőtéren esett össze, az nagyon kemény, mert ha ez repülőre száll, akkor az ugye elég hamar terjed tovább. Úgyhogy ez nem játék. Nincs még ellene oltószer, hogy nem nagyon, nem ugye? Nagyon tudnak mit csinálni. Uh-huh. Nem. De kemény. Nem tudják, és egyelőre nem tudják megállítani. Tehát ugye nyilatkoznak, hogy nyilván mindent megtesznek, meg próbálják megállítani magát az ebolát, de hogy egyelőre most jelen pillanatban esélyük nincsen. Most lezárták a határokat, hogy ne tudjon senki bejönni, illetve kimenni. Nyilván a kimenés veszélyesebb. Országban karanténban, de hogyha már ez a repülőtére megtörtént, akkor ott akárki igen. Kiutazhatott úgy, hogy ebolás. Minden határon szűrőállomás van, vagy ilyenkor mit csinálnak? Minden határa leterepítenek, három orvos, négy szűrőállomás, hát, és mindenkitől vért vesznek, és azért az elég hosszú egy ilyen határ belépés-kilépés. Szerintem, hogyha abból az országból hát, érkezik a repülő, ahol köztudottan egy ilyen járványtombol, akkor biztos, hogy odafigyelnek rá, és biztos, hogy van egy ilyen szűrőállomás. De nem úgy értem, de mondjuk a magának az országnak, tehát a Libéria lezárja a határait. Uh-huh. Akkor a határ minden határ átkelőre tesznek szűrőállomást? Nem, se kisebben nem kell szűrni, tehát nem mehetsz ki. De ki mehetsz, csak állítólag megszűrik. Aha. Tehát elhagyhatod az országot, meg bejöhetsz, csak megnézik, hogy aki kilép az országból, az nem viszi ki, vagy aki bejön, az esetleg nem akarja behozni. Megszűrik, biztos, szűrőállomásokat telepítenek minden határon. Igen, állomások is biztos, hogy ki vagy vannak. Bár mondjuk Libériáról nem tudok sokat, hogy mennyire, fejlett igen. Szűrőállomásilag. Igen. Azt mondják, hogy nem öl meg mindenkit. Tök jó. Tehát, hogy a halálozási arány olyan 60-70% körülbelül azoknak, akik ebolások lesznek. Nem tudom, lehet, a maradék... Lehet, hogy a boldog 30-ba tartozunk. Nem tudom, hogy ott a maradék 30-on egyébként mit csinálnak, hogy a többi 60 az belehal, és az a maradék 30-40 az nem, de hogy nem 100%-os, ami talán egy kicsi vigasz lehet egyébként. Mondjuk bármikor felhívhatunk valakit, aki megnyugtat minket. Hisz tudjuk. Ha mi felhívjuk a mi szakértőnket, akkor ő megnyugtat minket. Mi van egy ilyen átszabadul Európába? Akkor egyszer csak elkezd terjedni? Izgalmas nyár. És valóra válik az, amit az ember ilyen filmekben lát, hogy akkor majd Londonban itt-ott felbukkan, és nem tudják lokalizálni, nem tudják megállítani? Volt egy nagyon jó film. Hermetikusan elzárod magad? Más nincs. Gyógyszer nincs, tehát akármennyi pénzed van, nem tudsz venni, mert nem létezik ellene. Akkor bezárkózol, fölhalmozod az élelmiszerkészleteket, János végre örült a konzerveknek, amit állnak a spejzban. Végre jön a te időd, amikor fegyvert ragadhatsz, igen. Bizony. Igen, elbarikádozhatod magad, igen. És így felhalmozott löncskonzerveken tudsz élni, és várod a világ végét. De Feri is sírni fog majd a Lada Gyíria után. Ugye, hogy milyen jó lenne tartani. Akkor hiányozni fog, mi? Hogy fogod bánni ezt az egészet. Az utat, amin elindultál? Áruló. De szemeket kaptél most ez jel. Elárultál, hátba szúrtál. Igen.
Na jól van, ezüstérmes lett a férfi vízilabda válogatott, és hát ez nyilván nekünk öröm, meg a legtöbb magyar embernek öröm, bár azt gondolom ugyanakkor, hogy van egy kisebbség, aki azért ezt igen nagy szomorúsággal éri meg, maga a csapat, nyilván a hozzátartozók, azok, akik mindent megtettek, hogy ez a dolog sikerüljön. Nekünk azt gondolom, ugyanakkor öröm az ezüstérem, és bennem legalábbis nincs frusztráltság. De nem hinném, hogy bármelyik emberben lenne, aki ott volt kint, és látta a döntőt, nem? Egyeszebben cseng az arany, mint az ezüst, de én is azt mondtam, reggel is azt mondtam, hogy ez volt 6 nyert mérkőzés, volt 1 elveszített, tehát az arány nagyon jó, azon el lehet nyilván gondolkodni, hogy ez pont a döntő volt, amit elbuktak a fiúk. Megfáradtak a szerbek, nagyon erősek voltak mentálisan is, fizikailag is, ők nagyon akarták a győzelmet, azt szerintem kicsit mibe röccsintettünk. Meg egyébként tehát, hogy most ez az eredmény, ha nem is egyértelmű ezt tükrözi, mert az azért elég nagy különbség, ez a 6 gólos különbség, de azért itt is egy olyan sportágról beszélünk, ahol van 3-4 olyan csapat, akik közül a végső győztes simán kikerülhet éppen a pillanatnyi formának megfelelően. Végigtolnak egy ilyen tornát, van 7 meccs adott esetben, hát a legjobb esetben, ugye, itt van 7 meccs, és akkor érted, mindig a maximumot kell kihozniuk magukból. Hát és ezerféle dolgon elúsz ez a történet. Hatalmas rajtuk a nyomás, táplálkozás, edzésmunka, stb. Pszichés teljesítmény. Hát csak ugye nyilván ez arról szól, hogy úgy építsd fel ezt az egészet, hogy mire odaérsz, pont addigra legyél a legjobb. Tehát, hogy ez szerintem nyilván nekik nagy kudarc. Juli, ti néztétek? Hello! Néztük, és családunk két csapatra szakadt. Ja tényleg, hát nálatok nem mindenki egyértelmű a magyarországban. A kanapé egyik végében a Miró ült, a másik végében én, és középen a gyerekek integettek, és mindenkinek nagyon örültek, aki gól dobott. Hát ne viccelj, Miró mondta, hogy családban marad az arany. Hát nálatok 24 órán keresztül nálunk szerb magyar van. Igen, igen. Így van. Miró szerb, ugye? Igen, a Miró szerb. Én ugye akkor, hát tegnap én voltam a magyar, bár persze mi is két kapura játszunk, de tegnap egyértelmű volt, hogy a Miró a szerbeknek drukkol, én pedig a magyaroknak. Nem láttam az egészet, de bármikor oda kapcsoltam, én mondom, néztem egy kábelen egy kedvenc filmet, és néha visszakapcsoltam, láttam, nagyon vezetnek, megint elkapcsoltam, visszakapcsoltam, azt láttam, hogy a szerb edző mindig beleköpött a vízbe, azt láttátok? Azt folyamatosan köpködött, az úgy köpködött, mint egy focipályán áldogálna, az állandóan köpködött. Látta, hogy kevés vagy. Oké, sok volt a nyála, vagy rágózott, vagy savanyú cukrot evett, azt nem látta? Én ezt nem folyamatosan láttam. Beleköpött a vízbe. Vagy oda le a lábához. Csak nem tudom. A második negyedben volt egy, a Benedek Tibort mutatták, és én így lentről nézett fölfelé, ilyen nagyon dühösen, és akkor a Lidi kérdezte, hogy mi baja van a bácsinak. Hát, a bácsi kicsit feszült. Igen, bácsi kicsit feszült. Attól mérges, amitől apa örül. Igen. Igen, de van, egyértelmű volt, hogy a Miró nagyon boldog volt, persze néha megvigasztalt, hogy veregette a vállamat, hogy nem baj, hát ne aggódjak azért. Figyelj, és a Miró mit tud erről, hogy a szerbek számára is ekkora presztízs kérdés ez a dolog? Abszolút, mint miközben számunkra? Így van. Biztos, de a túloldalon ne hülyéskedj, ugyanúgy ültek a család többi tagja, mert fent voltam Facebookon, és rögtön írtak vissza, hogy ők ott verik a mellüket a képernyő előtt. Tehát számukra is akkora fegyvertény legyőzni a magyar válogatottat, mint nekünk a szerbeket. Úgyhogy ők ugyanúgy drukkoltak a túloldalon. Csak hát nem nekünk. Van duzzogás, hogyha ti nyertek, vagy már hogyha mi nyerünk, akkor a férjed duzzog hát napokig? Hát persze kicsit a szemére vetettem, hogy mégiscsak Magyarországon élünk, és hogy lehet az, hogy a szerbeknek drukkol, és hát azért most azért szedjük már össze magunkat. Ide adózol! És mit mondod? Mondtam, hogy Julikám, hát nem ilyeskedj, hát én ott születtem. És ilyenkor szerpólóban fölveszi, lobogtatja az ászlót, nem, nincs ilyen? Hangerőben. És szerből kéri a sört is be. nem, mondom, ő a kanapének ezen az oldalán, én a túloldalán, kicsit meg voltam sértődve, hogy lehet az, hogy ő nem a magyaroknak drukkol, de hát közben megértem. Persze. Hát nyilván, hogyha a szerbek mondjuk a németekkel, vagy az osztrákokkal, vagy bárki mással játszottak volna, akkor én is a szerbeknek drukkolok. De hát így most volt ott egy pali, szerintem ő vezette a szurkolókat, ő mindig ilyen nagy beszédeket mondott, amikor a Benedek időt kért. És a végén már ugye már senki nem akart drukkolni, nem akart, hát mindenki ugye szomorúan ült, és a Benedek időt kért az utolsó, mit tudom én, 5 percben, és mindig lehetett azt mondani, hogy még mindig meg tudjuk mondani, ki a legjobb? Az kicsoda? Vezérszurkoló. Ő egy vezérszurkoló, aki diktálotta a B középnek? Figyelj, végig tolta az egészet. Már esélyünk nem volt, mert mit tudom, 12-6 volt, de még most megmutatjuk. De majd most még megmutatjuk. 2 perc van a végéig. 2 perc, és tudom már, mindenki mondta, látszott, hogy már senki nem hisz benne igazából, ő még mindig. De ő még mindig, csak behallatszott, én nem láttam. Hát ugye volt most nemrégében egy meccs, ahol a 40. percben már hazamentek az ultrák.
Hát, hogy a labdarúgó meccsről beszélünk, ugye? Nem, baj majd a Chelsea-n. Ja, biztos. Ott kifújjuk a szakma. Nem, az túl sokba kerül az egy ahhoz, hogy... hogy nagyon sokat ott, kapjuk. Ott ugye a magyarok nagyon szépen visszagyúrták magukat a harmadik negyedben. És én igen, pont hát akkor vittem, vittem fel a gyerekeket aludni, a Miro is kiment, és hát arra jöttem le, hogy hú, egyszer csak így eltűnt az a nagyon ordító különbség. És ültem, feszítettem a kanapén, vártam, hogy na gyere ide, apukám, megmutatjuk, mi lesz itt a végén. Hát aztán nem sikerült nagyon visszadolgozni, de gyönyörű, tehát, hogy nagyon szép teljesítmény jutottak. És mi volt vacsora? Rácpony? Tejfő? Nem. Semmi duzogott szex, semmi kivékülés, semmi ágyra, jó van, na, most már lefeküdtek a gyerekek, most már gyere. Nem volt égítőszex, semmi. Semmi nem volt? Megmondtam neki, hogy ma nincsen. Mindenki duzogva egymásnak háttal szépen lefeküdtetek. Pontosan. Aludj jól, te is. Neked is. Majd holnap találkozunk. Holnap. Reggel. Ez volt semmi? Amit akarsz, nem fogom élvezni. Ne is próbálkozz. Próbálkozott mindenféle lábmasszázsal, meg egyebekkel, de... Ez jó, egy kis kivékülő szex, az jó, nem? Nem, ilyenekben nem ismerünk tréfát. Helyes. Figyelj, ha családi feszkó van, az végig... Az a kemény, aki végigviszi. Este az ágyba kibékülni, az úgy lefeküdni, végigvinni, nem? Na, annál jobb. Júli végigvitta. Igen. De hihetetlen, hogy milyen presztízs ez. Hát ebben a sportágban ugye mondjuk nem csoda, hogyha találkoznak egymással. Bárcsak lenne egy Djokovic, Fucsovics. De Miro is így nézett rá, hogy te el tudod képzelni, hogy kosárlabdába esetleg nem a szerbeknek fogod rokolni, ugye a vízilabdába. Hát miért? És így nézett rám teljesen, és nem értette, hogy képzelhetem akkor én azt, hogy az most útlevel. Na mindegy, szóval nagy csata volt tegnap este nálunk is. Na, felhívjuk Benedek Tibort, megkérdezzük, hogy van. Szegény, hülye kérdés nyilván. Rosszul, nem? Most el is döntöttem, hogy van. De hát biztos szegény, rosszul ne van. Ne dumáld már. Figyelj, két év alatt két világverseny, egy arany és egy ezüst. Azért... Na, miről beszélünk? Idézőjében új kapitányként, én szerintem olyan múlttal, úgyhogy hogy olyan múlthoz kell felnőnie, ráncba szedni, és sikerült is ráncba szedni azért ezt a válogatottat. Tehát, hogy a londoni olimpia körül a magyar vízilabda válogatott, hát ennyi szólva sem volt a toppon, és nem voltak benne az első háromban. És igen. Most? Hát most pedig másodikok lettek. Itt van velük Benedek Tibor, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Hello! Hát tegnap láttuk az arcodat, meg néztük is a nyilatkozatot. Most már egy picit jobban vagy? Igen, jobban vagyok. Rögtön azt mondtam a meccs után, hogy mi emetővel mehetünk ki az uszodából. Ebből a szempontból azért láttam, hogy a két hét alatt milyen nagy dolgot vittünk véghez. Természetesen a tegnap itt egész életünkben egy kicsit bánni fogjuk, mert hát az a hazai közönség előtt egy ilyen lehetőség azért ritkán adódik. Hát bődületesen erősen kezdtek, tehát én mondom, én kapcsolgattam, és mire visszakapcsoltam, volt valami 3-1, vagy 4-1, vagy 5-1, tehát valami olyan hihetetlen intenzitással kezdtek, bár egyébként azt nyilván te majd megerősített, hogy a magyarokra ebben az ebben mindig jellemző volt, hogy kicsit úgy lassabban indultak be, tehát egy-két bekapott gól után kezdett így összeállni a dolog. Ekkor még gondoltad, hogy most is ez van, vagy érezted, hogy baj lehet? Hát azt tudtuk, hogy ők nagyon harcosan fognak kezdeni, hiszen túl vannak egy nehéz csoportmérkőzés szakaszon, kikaptak tőlünk, és a lendület viszont, ahogy beindultak, az nekik fontos lesz, és a korábbi szermérkőzéseink is így alakultak, hogy az elején tartottuk magunkat, és a másik negyed elején az egy-két gól, amivel elmentek, utána már nehezen tudtuk behozni. Úgyhogy a forgatókönyvben hasonló volt az egy hónappal ezelőtti dubai döntőhöz. Sajnos amikor már ilyen előre tesznek szert, már meg tudják tartani, nem tudjuk őket már utolérni. Kicsit mi is összetörtünk, ugye? Azt lehetett érezni a csapaton, hogy amikor ez a 4-1 már beállt, akkor azzal úgy nem nagyon tudsz mit kezdeni. Te olyankor mit tudsz mondani, hogy gyerekek, ez nem számít, ez behozható? Igen, hát ezt mindenképpen ezt mondtam, hiszen egy EB döntőn, vagy bármilyen döntőn minden megtörténhet, és amikor valami megtörténhet, ez meg is történik. Úgyhogy én ezt mondtam, hogy hinni kell abba, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe, még nagyon sok volt hátra, és föl is jöttünk 3 gólig, csak aztán hát azok a játékosok, akik ott már jobban meg tudtuk oldani, hogy azok a játékosok lőjenek, akiket mi szeretnénk, de azok is tudtak gólokat lőni. Tehát ez a szerb csapat pontosan azért ilyen erős, mert azok, akiket jobban hagysz, azok is erősek. Igen.
Mondjuk azt láttam, hogy a szerb edző az folyamatosan köpködött. Ezt nem tudtam neki megbocsátani. Az vagy 10, nyilván nem láthatja, mondom, majd legvisszanézed, de a 15-ször beleköpött a medencébe, vagy a lába elé. Én nem tudom, az rágózott, vagy savanyú cukrot evett, de nyilván így vezette le a stresszt. Figyelj, ilyenkor mi van utána? Tehát, hogy kijöttök a vízből, mindenki nyilatkozik, bementek az öltözőbe, és van egy ilyen edzői, nem is azt mondom, hogy fejmosás, hanem egy ilyen lélektani beszéd, hogy azért nem kell összeomlani, nyilván szép volt, hogy mindenki hazamegy és kicsit buslakodik, vagy együtt maradtok utána. Mi történik ilyenkor? Hát visszamentünk a szállodába, ilyenkor vannak dopingvizsgálatok, úgyhogy nagyon elhúzódik. Egy órakor tudtuk lezárni a szállodába egy megbeszéléssel ezt a két hetet. És hát egy kicsit nyilván vigasztalom is őket, de azért tudniuk kell, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt, és ott álltunk a küszöbén, és de túl kell lépni rajta. Tehát nincs mese ahhoz, hogy ez a négy év így folytatódjon, ahogy elkezdődjön, és lépjük elő, és folyamatosan erősödjünk, attól nem szabad, hogy ez a mérkőzés egy gyász legyen, ami folyamatosan visszatér. Sportolóként mondhatom, hogy ez mindig bennünk lesz, mindig egy csalódás lesz, de tudunk belőle erősödni, hiszen minden ilyen vereség az elmúlt 20-25 év igazolja, hogy mindig csak minden játékost megerősített. Utólag nyilván baromi nehéz elemezni, meg az ember így magyar fejjel nézte ezt a meccset, és így kicsit mindig azt érzi, hogy a bírók ellene fújnak. De az egyik bíró egyébként román volt, és nem tudom, most ez ilyen paranoia, de hogy olyan sok olyan kiállítás volt szerintem, ami nem volt teljesen egyértelmű. Nyilván neked is vissza kell nézni, ki kell elemezni, de hogy ott ezt ti nem éreztétek, vagy nem érezted, hogy van egy-két olyan jogtalan kiállítás, ami talán más meccsen, más bírónál nem biztos, hogy egyértelmű kiállítás? Hát sajnos ezeken a mérkőzéseken, amikor nem lőjük be az emberöljünket, és kihagyjuk az ember, és nem tudjuk kivédekezni az ember hátrányt, akkor nagyon nehéz a játékvezetékkel foglalkozni. Aha. Ez nyilván máshogy csapódik le egy olyan mérkőzésen, ahol egy-egy gól dönt, de ilyenkor annyira saját hibáinkkal vagyunk elfoglalva, hogy nehéz a játékvezetői döntéseket kritizálni. Én abban biztos vagyok, hogyha ez a mérkőzés a harmadik negyedben még szoros, akkor teljesen máshogy tudtak volna a szerbek is. Tehát ez a magabiztosságuk azért már nem lett volna meg. Ők azért tudtak ennyire magabiztosan játszani, és független, ezért lett a játék tulajdonképpen független a játékvezetői döntésektől, mert ők folyamatosan 3-4 góllal tudtak vezetni. Aha, tehát ezért nem volt akkora jelentősége. Szerintem. Itt valaki kérdezi, egy hallgató, hogy mindenképpen kérdezzem meg tőled, hogy a kapus cserét, az miért hagytad ilyen későre, kérdezi egy hallgató. Kapus cserében mivel hogy 3 gólt is kaptunk az első negyedben a kapufától, ez abszolút védekezési hiba volt, nem kapus hiba. Tehát amikor 5 gólnál voltunk, abból 3-at nem lehetett a kapus számlájára, hanem a védelem számára kellett írni mindenképpen. És a 6. gól volt az, ami a kapufáról visszapattan a labda a Viktor kezére ment, és onnan bepattant. Tehát az volt egy olyan jel, amikor már mindenképpen azt éreztem, hogy itt már nem lehet tovább várni, mert a Viktor is elvesztette ezzel az önbizalmát. Egyébként a játékosoknál maga az EB az hasonló presztízsű tud lenni, mint egy VB vagy egy olimpia? Tehát ugyanúgy fel tudnak erre pörögni? Vagy nyilván gondolom, te ezt várod el tőlük, de hogy az ő fejükben mi van? Én amiatt a kapitány lettem, másfél éve folyamatosan ezt hangsúlyozom, hogy nem 4 évet várunk. Nem arról szól ez a 4 év, hogy majd mi lesz Rióba, hanem arról szól, hogy minden év egy külön fontosságú világverseny. Ez az EB-t úgy kezeljük, mint olimpiát, hiszen itthon van. Ez egy nagyon, nagyon különleges helyzet volt, és azt gondolom, hogy a játékosok ezt így is élték meg. Természetesen emiatt is volt az, hogy a 6-ból 6 mérkőzést megnyerve nekünk 100%-osan kellett volna teljesítenünk ahhoz, hogy Európa-bajnokságot nyerhessünk. És ezért a világ legjobb csapataival játszottunk ezen az Európa-bajnokságon folyamatosan, és hát 7-ből 7 meccset azért nagyon nehéz megnyerni. Ezzel szemben pedig a szerbek húzácsolva, vereséggel, döntetlennel értek ide, és nekik egy ilyen felfelé vezető út volt. Nekünk pedig folyamatosan magasan tartottuk a szintet, állandóan bizonyítanunk kellett, hiszen a közönség elvárása óriási volt, és ez természetes, hiszen világbajnokként jöttünk ide, hazai környezet, és bármennyire is hangsúlyoztam már fél éve, hogy egy érem is óriási
nagy dolog lesz itthon. Természetesen végén már mindenki aranyat vár. De a te meglátás, hogy szerint a szerbek azok visszafogták magukat, tehát ez volt a taktika, vagy pedig így jött ki nekik a lépés, hogy így bukdácsoltak végig? Hát ők egy VB hetedik helyből érkeztek, és nagyon sok kritika érte őket otthon. Ennek a terhe ott volt végig rajtuk, látszott a nyilatkozataikból, valahogy oda kellett kerülni a döntőbe. A döntőre pedig már megnyugodtak, hiszen mégiscsak ott voltak a döntőbe, és ebből a szempontból már nekik sokkal könnyebb volt, mint nekünk. Tehát akkor ők egy szellemileg frissebbek voltak. Hát meg talán kisebb volt rajtuk a nyomás, nem? Hogy nekik már a döntő is nagy szó, viszont a magyaroknak még ugye, vagy nekünk ott volt a teher nyilván, hogy még ezt is hozni kell. Itt a dobogóról írja egy hallgató, hogy nagyon érdekes a lélektana, hogy ugye azért nehéz ezüstérmesként felállni a dobogóra, mert egyébként két nyertes csapat áll melletted. Ugye a harmadik is nyertes csapat, aki ugye a harmadik helyért játszott, illetve az első is. Tehát, hogy ebben még van egy ilyen pikantérje is. Igen, de ez csak aznap igaz, utána már senki nem cserélne el a Utána már senki nem lenne nyilván bronzérmes. Ilyenkor pihenőt adsz a srácoknak? Egy hét, két hét? Vagy ma már szigorú edzés, és megy tovább a dolog? Hát meg most az a különleges helyzet, hogy augusztus közepén van egy világversenyünk, egy világkupa, természetesen nem hasonlítható az EB-hez. Én azt gondolom, hogy az első szakaszát a kapitányságomnak ezzel az EB-vel zártam le, és ez a egy hónap múlva, vagy három év múlva következő világkupa már a második szakasznak az eleje. Erre most kapnak a játékosok 10 nap pihenőt, és egy-hét-tíz napot fogunk készülni a világkupára, ami a Maltiban lesz. Ezt hogy értsük, hogy most lezárod ezt a szakaszt, akkor a világkupára már még jobb edző leszel? Úgy döntöttél? Persze. Én is mindig erősödök, ahogy a csapat. Hát az nagyon, az kell is, hogy nem, mert hát nyilván te is egy csomó mindent tanulsz ebből, meg mindenki. Jó, itt a hallgatók azért írják, ez a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon szeretnek benneteket, nagyon szeretünk benneteket, nagyon szép ez az eredmény. Edzőként, játékosként nyilván megélni egy döntő elvesztését, az baromi nagy csalódás, de azt nézzük, hogy azért egy újabb ezüstérem, egy újabb sportsiker, az mindenféleképpen nagy dolog. És hát hány sportág örülne, ha ennek csak a negyedét elérhet. Például azt büszkék lehetnénk rá, mint a nyomorúságos magyar futball. Például ti vagytok azon kevés sportágok egyike, akik tartjátok a magyar emberben a lelket, meg még az evezősök és még néhányan. Úgyhogy mi nagyon-nagyon örülünk ennek az ezüstnek. Köszönjük azért szépen mi is, és köszönjük valóban a szurkolóknak, hogy mennyire mellettünk álltak végig, és egy ország követte ezt a két hetet, és valóban nézettségi rekordokat ért el a vízilabda, akár a női, akár a férfi ágon, és mind a két csapat méltó volt. Igen. ez a imádnak benneteket az emberek. Igen, minden frusztráltságunkat, amit a magyar futball okoz nekünk, azt a bennetek való drukkolással és sikerélményekkel éljük ki, úgyhogy ne hagyjatok cserben. Ahogy Obibán mondta, ti vagytok az utolsó reményünk. Hogy jobb kedvünk legyen. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, egész. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó munkát, Benedek Tibor, köszönjük szépen, gratulálunk még egyszer. De nem így van egyébként, már csak néhány sport van. Így, oda tudsz ülni, és még tudod, az úszás, kajakkenő, vízilabda, amit a jobb kedved lesz, mert jó nézni, meg van is igazi siker. Hát ha ezeket aztán jön valaki fejvakar, és azt mondja, nem számítottunk rá, hogy 8-at kapunk az első. A fiúk nagyon jó volt, a hajuk belőtték, de kaptunk 6-ot, de nem majd jövőre az 18, majd megmutatom. Nem? Ah, Istenem. Dehogy is nem. Meg azért ne felejtsük el, hogy tényleg minden csak viszonyítás alap kérdése. Például az olimpiai bajnok horvátok az ötödik helyükkel, de cseréltek volna most ezzel a második magyar válogatottal. Igen, szeretni való válogatott egyébként, szeretni való edző. A lányok is, nagyon, is. Abszolút, hát a csajok is, persze. Nagyon drukkolunk nekik. 9:30 múlt pontosan, 3 perccel, pici szünet, utána jövünk a nap legjobb pillanataiba. 3:40 lesz pontosan, 7 perc múlva. Nem a focink rossz, a vízilabdánk túl jó írja. Igen. Ha, szívből gratulálok a vízipólós fiúknak az ezüstérem. Ez írja Szilvi, nagyon sokan egyébként. Ne keseredjél, Tibi, nagyon szeretünk benneteket. Így is nagyon szeretünk Benedeket, srácok. De jó. Nagyon jó. Nem szeretünk Benedeket, srácok. Igen. Hogyha minden veszteség erősít minket, akkor a fociban miért nem vagyunk még világbajnokok? Kérdezi valaki. Ez igaz. Jó. Most kaptam meg az U19-es válogatott meghívómat focira, és azt mondtam, köszönöm, nem, inkább levágatom a hajam, és elmegyek vízilabdázni. Írja nekünk valaki, igen. Na jól van. Mikor jön a Chelsea?
Augusztus 10-én lesz a stadionavató mérkőzés. Vasárnap. Igen. Aha. Fogadunk? Mire? Hát fogadják őket. Fogadjuk őket, igen. Erős bejönnek, nem? Mind a ketten ugyanarra? Ne, hát most nem, hogy mennyi? Hát a legjobb összeállításukba kell, hogy jöjjenek. Aha. A szerződés ilyenkor szerint. Az nincs benne a szerződésben, hogy veszíteni kell? Azt szerintem már több millió euró lenne. Az van benne, hogy ne túl sokat. Aha. Tehát ne játszanak tehát, nagyon? Nem, az van, hogy van egy be van lőve a szerződésbe, egy kipontozott részbe, hogy mondjuk 5 után megáll van. Nem? Uh-huh. És akkor ne többet. Tehát, hogy... Én szerintem nyer a Fradi egyébként. De hát ezt meg is támogathatod. Egy élmény lesz nekik, összeggel. Hogy egy ilyen csapattal játszhatnak együtt. Ez igaz, ebben igazad van. Fel. Mint a Chelsea? Így van. Mert másképp egyébként nem nagyon találkoznak egymással. Nem is lenne sok értelme. Vagy hát szóval, hogy igen. Már hogy tennél a Fradira? Igen. Az valami nagyon komoly szerződés. Én hiszek a Fradiban, hogy ott mi megnyerjük ezt a meccset. Ez egy stadionavató mérkőzés, gyerekek, csodaszép a pálya, új a fű, érted, ők már itten futkorásznak, mert meglátja, oda csesznek, úgy a Chelsea. Legyen így, drukkoljunk neki, persze. Hajrá. Erős összeállításba kérni, azt tudom, hogy a szerződésben direkt benne van, ugye, hogy nem... Hát persze. Hogy nem valami alibi csapatot hoznak, tehát, hogy nekik valami erősbe kell jönni. Lehet, hogy a Messit is elhozzák. Az, főleg, hogy az igen, a közelében nem voltak a Chelsea-nek, de biztos, az hogy... akkor nagyon erős Chelsea válogatott lesz, igen. És biztos, hogy a lámpárok nem úgy fognak készülni, mint egy BL döntőre, de akkor is azért ők egy olyan presztízsű csapat, akik valószínűleg nem játszadozni fognak, hanem játszani. Lámpáik is készülnek? Te jó Isten! Ki az a lámpa? lámpáik is játszanak. Nem, én csak azt hallottam, hogy erősbe kell jönni. Ugye egy külön pontja volt a szerződésnek, hogy nem tartalékos csapatot hozzanak, hogy azt külön kérik, hanem hogy jöjjön mindenki, aki számít. Mondjuk, én megmondom őszintén, hogyha érzelmi alapon gondolkodnék, és mondjuk én a Fradi Luke lennék, vagy én a Fradi vezetősége, én láttam, hogy milyen jegyárak vannak. Én azt mondanám, hogy teljen meg ez a stadion azokkal az emberekkel, akik mondjuk az NB2-ben is kitartottak a csapat mellett, és akiknek sokat köszönhet a csapat, tehát a törzsszurkolóknak. Legyenek itt a családok, jöjjen el mindenki, aki csak tud, és hogy ez ne legyen pénzkérdés, hogy ott lehetsz-e ezen a meccsen. Uh-huh. Én tényleg így gondolom. És akkor nem is lenne olyan fontos, hogy mondjuk a Chelsea jöjjön. Jöjjön ide egy olyan csapat, ami mondjuk kisebb nevű, de adott esetben mondjuk így a történelme összefonódik valamilyen szinten mondjuk a Fradéval. Uh-huh. Hogy drágák a jegyek? Nem, én azt érzem, hogy igen. A másik meg az, hogy ez egy nagyon szép gesztus lenne szerintem a törzsszurkolók irányába. Akik sok esetben azért lehet, hogy nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy ezt így megengedhessék maguknak ezt a jegyet, és adott esetben még véletlenül emiatt maradnak le, nem véletlenül, hanem egyszerűen azért, mert nem tudják kifizetni a jegyet. Nem? Tök jó lenne. Nagyságrendileg mi? Nem tudom, 10 000, 15, hát, 20? 20 fölött is van. 20 fölött darabja? Hát jó, hát de az hogy hol ülsz, középen, fölül, alul, balra, gondolom, hogy ez ülőhely függő, ebben szerintem ebben a stadionban már nem lehet rossz helyen ülni. Aha. Nem tudom, az biztos, hogy lesz előtte szombaton egy ilyen nyílt nap, akkor be lehet jönni ingyen, lehet megnézni a stadiont, és hát a másnapi meccsre oda perkázni kell a lóvét. De a tévé biztos adja, úgyhogy én nem tudom. Megnézheted. Nagyon-nagyon-nagyon komoly hiányosságaim vannak a magyar futballban. Hát ez a baj, ezért tartunk itt. Ezért tart itt a magyar futballban, igen, nem érzik a vigyázó szemeket. Ja, most érjük, hogy Lampard már nem játszik a Chelsea-ben. Na, ennyire vagyok ott. Na. Éppen vagy mi? Elárult a Chelsea. Ezért nem szabad konkrétumokat mondani, csak az, hogy a legerősebb összeállítás, hogy nem menj bele nevekben, nem értünk a futballhoz. Drogba játszani fog már, mert most ő aláírt egy, az biztos, mert tegnap olvastam. Óvlak téged ettől, Jani, hogy megégesd magad, mert nem értünk a focit. Mondasz, hogy igen, valóban jól mondod, Balázs, tényleg nagyon erős összeállítás van, és akkor ezzel így elúszkálunk. Nem a menj bele, a csapat legnagyobbjai érkeznek. Belemész itt konkrét nevekbe, minek sodrod saját magad bajba? Mondjál, hogy igen, nagyon erős összeállítás. Jó, nem, én ebben a focit, mert én azt se tudtam, hogy van ilyen nevű játékos. A Lampardról én is hallottam, meg nem mondanám, hogy már éppen hol vezet le, de hogy valamikor ő Chelsea játékos volt. Igen. Viszont van egy jó hírem. De biztos? Utána jártál? Mondhatod a nevet? Ez tényleg, ez egy nagyon jó hír. Tényleg, hogy tőlem nem kell tartanatok. Én nem fogom elfoglalni senkinek a helyét a stadionban. De te voltál a nagy, megyek az első meccse, és ott leszek, és... Aztán beszéltem egy-két ultrával, és mondták, hogy ne menjek. Miért nem mehetsz? Mit nem? Hát nem te voltál, hogy ott leszek az első meccsen majd? Igen, szerettem volna meg, úgy kíváncsi lettem volna rá, de aztán, hogy hívják, így beszéltem, és rájöttem, hogy tényleg igazuk is van egyébként.
Hogy? Hát, hogy ezen a meccsen, meg úgy általában a stadionban azoknak kell elmenni, akik igazán rajonganak ezért a csapatért, és de mi ezért a két ultra hozzád, oda jött két ultra megállóban a Népligeti megállóban. Telefonon keresztül beszéltem. Ha meglátunk a meccsen, kisköcsi. Nem is valahol egyébként igazunk. Igazat is adtam nekik amúgy. Tényleg. Tehát, hogy ha... Na várj, el akartam. Nekik szurkolók kellenek, nem divadrukkerek. De el akartál menni egy meccsre, fölhívott magánszámról valaki, elváltoztatott angol, és zsebkendőt tett a vonal alá, és lebeszélt. Nem, felhívtam valakit. Írt egy SMS, és akkor felhívtam, és akkor beszélgettem vele. Egyébként tök kultúrált volt, meg normális volt. Mondom, nem ilyen volt, hogy hát, és akkor majd, ha meglátunk, feljön minden egyes metró felüljel, vagy ilyen feljön. De nem vagy igazi fradista. De hát azért nem mehetnél. Hát. Nem, csak hogy mit keresnek ott az ilyenek, mint mi az, milyen te. Mi teniszmeccs is csak az, mert aki szereti a teniszt. Hát... Figyelj, ebben mondom, én igazat adok neki. De miért? Itt van egy zsíru stadion, ahol nagy események fognak már nem így történni, hát zeneileg legalább. Azt se tudom, hogy a Lampard most hol játszik, érted? A mostani összeállításban a Prödi meg a Gerán kívül én nem tudnék senkit mondani. Tehát ez a csapat nekem nem jelent semmit, tök igazuk van. Igazából csak azért mentem volna el, hogy megnézem, majd a nyílt napra elmegyek, úgyis csak a stadion érdekel belőle. De elveszed az ő helyét, vagy mit mondod? Egy picit ő úgy gondolja, hogy igen, de ők fanatikusok, tehát hogy ők úgy állnak ez a csapathoz, tehát hogy másképp áll ezekhez a dolgokhoz, mint mi átlag emberek, akik még a focihoz sem értünk, csak igazából nekünk ez most egy... El akarnék menni valahol, és nekem egy hallgató innen, és Balázs negyere, hát a nem. Csak azért is. Tessék? Akkor csak azért is. Ne hagyd magad lebeszélni, hát érdekel téged, állandóan erről az épülő stadionról meséltél, hogy milyen szép, meg elmész megnézni. Egy picit próbáltam a reklámot csinálni neki, de hát hogyha igazából belenézek így a tudatom legmélyébb, akkor tényleg rá kell jönnöm, hogy... Hát jó, most Lampardot kicsit benézted, hát most ettől még azért lehet menni. Hát nem tudom, pedig azt hiszem, legalább lesz ott valaki tőlünk, aki megnézi ezt a meccset. Biztos lesz. Nem úgy értem, három közül. Ja. De akkor lehagytad magad lebeszélni. Hogyha lesz így, akkor sorsoljuk inkább ki a hallgatók között. Tessék? Mit? A jegyet? A jegyet, ha lesz. Ja. Hát de te nem azzal a jeggyel mentél volna, ami esetleg lett volna. Meg rendesen megvetted volna. Rendes, becsületes magyar állampolgárként megvásároltad volna a jegyet magadnak. Biztos vagyok benne. 100%. Tehát, hogy... A furák vagytok ti ma reggel. Te nem mész, mert lebeszélnek, te futni kezdesz titokban. Ilyen zugfutó lettél 3 hónapja, és a Janinak kell észrevenni, hogy te fogyókúrázol, és nem is mersz róla mesélni. De, furák vagytok. Nem akarok egy ilyen világban élni, ahol te már nem mész rendesen, tisztességesen Fradi meccse. Te zugfutó lettél, és nem mesélsz róla adásra, hogy 3 hete 10 kilométereket futsz. Hát annyira még nem, de majd az is eljön. 91-ben vagy 92-ben akkor, tehát ebben a két évben jártam rendszeresen Fradi meccsre, de... Jó, most nem kell, már meggyőztek, most már ne győzködj magad. Jaj, ne, de hogy figyelj, annyi jó cukrászda van. Nincs igen. Sokkal izgalmasabb nekem. Na jó van. Na, Istenem, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Anna nem írta meg nekem? Miért nem írta meg? Mi van, Anna? Miért nem írta meg? Megírtad? De hova? A szemem előtt. Papírra, vagy mi? Ja, de nem írta. Ja, jó, hát nem, mindegy, majd elbeszélgetünk. Szóval kiderült Feliről, hogy fut, és titokban fogyókurázik. Te, kamus, te! Titokban. Titokfogyós, titokfutós lettél. Te, puha, te! Jani akartam megkímélni magam, amit kapok. Mi? Én észrevettem, hogy elkezdett slankulni. Tényleg. Kapok. Tehát nem tudtam nem észrevenni, hogy ez az ember már az az ember. Aki mit számít, ide nekem nem számít, ezért titokban fut, titokban fogyózik. Így van. Mert továbbra is ugyanúgy eszem iszom. Kamus vagy te, úristen. Reggel jön be, hallom, hogy üvöltnye, jó van ez a Feri, de amikor megjelenik az ajtóba, ez nem olyan. Ez nem, ez de a srác, ez nem. Itt valami hibázik. Itt de valami nem más. Volt pörkölt szaftos a szája, vagy miért? Nem volt pörkölt szagú reggel? De ez amikor, nem az az ember. Nem, amikor lecsókoltam róla, akkor éreztem, hogy ez diétás pörkölt szaft. Tofu pörkölt. Igen. Szóval Feri lebukott, és erről beszélgettünk. Ez a világ se a régi, ahol már Feri futni kezd, komolyan mondom. És sorozatokról is beszélgetünk, hogy ki mit tanult régen a sorozatokból, mert ugye egy bácsika füvet termesztett, állítólagosan lehet, hogy pont a Breaking Bad-et nézte, hátfájással akarta magát kezelni, úgyhogy kannabisz termesztett otthon, lebukott, bár a rendőrök ugye elengedték, nem láttak benne komoly dealer szándékot, úgyhogy kiengedték. Arról beszélgettünk, hogy ki mit tanult a sorozatokból, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc van 10 óra,
Az M1-esen Budapest felé Tatabányán a lépésbe lehet csak haladni. Ezt most kaptuk. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggelt, szevasztok! Képzeld el, készítettem képeket a hétvégén. Weekendezni voltunk. Na, Harkány? Harkányban voltunk, és készítettem képeket kimondottan neked. De csak akkor adom oda, ha hajlandó vagy feliratozni. Jó, megcsinálom neked. Küldjem el neked, és küldem feliratozod. E-mailben. Én feliratozom. És mondjuk akkor holnapra kirakjuk a Facebook oldalunkra, van vagy, vagy gyors vagy. Van egy applikáció, le is töltöttem, ahol te már feliratokat tudsz gyártani. Ez a Halfton 2 nevezett applikáció. De én nem akarok feliratokat gyártani, azt akarom, hogy te írd. Jó, jó, csak mondom, tehát, hogy beraksz egy fotót. Aha. És meg tudod csinálni a feliratnak a külalakját, buborék legyen, milyen felirat legyen. Halfton az a, az alkalmazásnak a neve. Annyira kreatív vagy, megcsinálod holnapra? Megcsinálom neked, persze. Tudok egy ilyen 3-4 hét. Örülni fogsz neki, Csabi. Biztos, mert azért, főleg azért, mert az újságnak is úgy adja el. És már mint tolom is tovább a sztorina. Senki más, csak a mi Facebook oldalunkra, jó? Annal levehető. A ti Facebook oldalatok az mi? Az a rádió, vagy a te saját Facebook oldalatok? Abban te is benne vagy, a Klassz FM Facebook oldalán. Jó, 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 megcsinálom neked. Persze, küldd át az e-mailemre a fotókat. Jó, átküldöm, jó? Akkor holnap mindenki számíthat rá. Csak azt nem ígérem, hogy berakom ilyen szájbuborékba. Ne, elég, ha csak feliratokat adsz a képek mellé. Jó, és jó. Aztán majd akkor itt az e-mail. Milyen volt Harkány lesz. Egyébként, jó volt? Egyébként nagyon jó, szerencsésen kifogtuk a szombati napot, amikor nagyon jó idő volt, a srácok imádták a strandot, ráadásul a szomszédos Siklósra is átmentünk, ott is megnéztük a strandot, két nap alatt voltunk, vagy 17 medencében, tehát nagyon jó volt. Jó, de lesznek képek, amiken a gyerekek szemmel láthatóan imádják a szállodát veletek együtt. Nem, direkt olyanokat készítettünk csak a Balázsnak, amikor én köntösben vagyok, tehát az a tipikus, szeretem. Akkor én gyümölcset eszem a hotel szobában. Nagyon jó. Igen. És közben a gyerekek már fekszenek az ágyban, csak őket nem lehetett rávenni, hogy ne, közben ne röhögjenek. Hát mosolyognak. Jó, 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 megcsinálom. Küldd át az e-mailemre. Jó, jó? Jó, feliratozom. Feliratozom neked. Hívjuk a naphallgatóját. Közben csak mondom, hogy a Fradi Chelsea-vel kapcsolatban, a jegyárakkal kapcsolatban én csak a privát véleményet fogalmaztam meg, hogyha valaki konkrét összegeket akar tudni, az menjen fel a Fradinak a honlapjára, és ott nézze meg, jó? Ott vannak a pontos összegek. Oké. Okay. A jegyárakkal kapcsolatban. Szuper. Köszönjük. Köszönjük. Szívesen. Nincs mi. Morning show? Az. Hello. Hello. Kicsit lekéstem. Hello. Ha nézem, hogy mit írtál nekünk. Várjál, mert itt elakadtam most egy csomó minden mással. Azt mondja, hogy addig mondd, hogy honnan hívsz minket. Gyöngyösről telefonáltam. Gyöngyösről, nem írtad alá az SMS-t. Hogy Gábornak. Gábor, hello Gábor, igen. Ugye a tanár-diák kapcsolatra írtál, ugye? Igen, 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 igen. Igen, azt írtad nekünk, hogy egyszer lepedofiloztak egy szórakozó helyen, mert én 40 vagyok, a csajom meg 20. Jól elrontották a 10. évfordulónkat. A szemetek. Igen. Tönkretenni egy ilyen szép évfordulót. Igen. Igen. A 10. ráadásul. Ráadásul a 10. évfordulót, ami egy kerek szám. Tetszett az SMS, ezzel te lettél a naphallgatója, jó? Királyság, köszönöm. Küldjük neked az ajándékcsomót. Köszi, hogy minket hallgat. Nagyon jó, köszönöm szépen. Ciao, köszönöm. Hello, hello. Nem ismertem, ez jó, jó duma. Csabi, kámra meg zenéid lesznek? Hozom nektek a Maroon 5-ot. Én a Maroon 5-ot továbbra is nagyon szeretem. Nincs is más választásod. De nem, én komolyan szeretem. Azt szoktam mondani, hogy én azokat a férfi énekeseket bírom, akik férfias hanggal rendelkeznek. Vannak kivételek, ilyen például a Bruno Mars, meg az Adam Levine a Maroon 5 énekese. Igen, ő nem az a tipikus férfi hang. Nem annyira. Igen. Tehát néha úgy tűnik, hogy ráléptek valamire, de nem. Tehát egyszerűen bírom a zenéjüket is, a hangját is, és az kettő együtt így tökéletes. Úgyhogy hozom az újdonságot, Maps. Ez a meghallgatjuk. 555-5500, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok!